Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt! Péntek van, tehát bizony IOLCS-szel hozzuk a napot, de nem is akármilyen nap, hiszen a Schalke világbajnokságról kijutásáért izgulhatjuk végig ezt az egészen kellemes délutánt per estét, hiszen a Vajtéti csapatával fognak összecsapni, ami azért nagyon kemény mérkőzésnek ígérkezik, de őszintén hiszünk benne, hogy Csacsiék meg tudják tenni a kötelezőt, és már az elemző asztalról szeretnénk kezdeni a bizonyos, hát ugye tippeket vagy lehetőségeket, amiket hozni fognak. Lesz jó pár meglepetésünk, de az első meglepetésünk mégiscsak a mellettem áll úriember, Hunti, aki bizony egy elég komoly, hát e-sportónak számít a maga szakmájában, jó pár külföldi csapatban is szerepelt, itthon is, és úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket is érte. Szervusz, Hunti, üdvözöllek! Köszönöm a szót, Livius! Sziasztok! Szép estét kívánok mindenkinek! Ezúton szeretném én is köszönteni a péntekesti európai LCS nézőit az elemző asztalról, és hát valóban izgalmas mérkőzések elé nézünk. Így van, határozottan reméljük, hogy a YTT és a Schalke méltó ellenfelé lesznek egymásnak. Ugye tudjuk, hogy azért már jó pár összecsapás van a hátulmögöttünk a két csapatnak, és a YTT most nagyon-nagyon erősnek tűnik. De BO5? Talán a BO5-ben a Schalkenek több reménysége van, mint a BO1-ekben volt? Szerintem, ahogy voltunk kint Berlinben, Csacsi is azt mondta, hogy a BO5 mindenképpen nekik kedvez, és hogy láttuk ezt a Splice-en, ez tényleg így volt. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a Vitality ellen is ez hasznukra válhat, és szerintem az idő is nekik kedvez, mert általában a statisztikákat nézve a Vitality sokkal inkább a játék korai szakaszára szokott reflektálni, sokkal inkább a játék korai szakaszában próbálnak előnyt kialakítani, amellyel megpróbálják befejezni a játékot, de szerintem a játék középső, illetve késői szakaszára a Schalke sokkal magabiztosabban szokta megjátszani a játékot, és hogyha a Vitality nem tudja időben befejezni a mérkőzéseit, akkor szerintem a Schalke oldalára fog billenni a mérleg. Uh-huh. Tehát azt mondod, hogy talán egy-egy meccset ez a tempó előnnyel meg lehet szerezni, de talán hármat mégsem. Nézzük is meg, hogy akkor hogy áll a két csapat egymással szemben, ugye a tavaszi szezonban. Láthatjuk, hogy a harmadik helyet a Schalke hozta el, míg a másodikon a Vitality szerepel, ugye ez nem egy komoly különbség, ez szerintem talán méltó egy elődöntőhöz, viszont 12-6, mégiscsak ugyanannyi, egymás ellen 2-1 és 1-2, ez ugye a tiebreakerek miatt volt. Ott azért a Vitality sokkal-sokkal magabiztosabbnak tűnt, mint amire számítottunk. Hát nem tudom, meg lehet-e őrizni ezt a formát, vagy esetleg jelente előnyt az a Vitalitynek, hogy a Schalkét már látták ugye játszani a negyed döntőben? Szerintem ez mindenképpen előnyére válik a Schalkének, hogy láthatta, I mean, a Vitalitynek, hogy láthatták a Schalkét játszani az elődöntőért, és szerintem ez a 8.16 is előnyükre válik, legalábbis a változtatások miatt, de szerintem a BO5 még mindig a Schalkének kedvez. Igen, ugye ne felejtsük el, hogy az előző mérkőzések még azért jóval másik patchen voltak, sok változás történt azóta, és hát elég sok minden másképp alakulhat, ugye például a Zoénerv, vagy akár a Thalia változtatások is hát megkavarhatják a mezőt mindenféleképpen. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy Csacsiék mivel készülnek, ugye mindenkinek nagyon-nagyon sok infónk van arról, hogy pontosan hogy is alakulhat a pikban, de majd később beszélgetünk esetleg erről. Amire viszont ki akartam helyezni, az amazing. Szerinted BO5-ben kijöhet-e az ő előnye, hogy ő valamennyire tudja vezetni a csapatot, vagy hogy Csacsi mondta, emlékszem ott álltál mellettem, azt mondta, hogy nem vezet, hanem ilyen ötleteket dob föl, amit mindenki követ. Tehát ez mennyire lehet fontos most ebben a csapatban? Szerintem mindenképpen, ugyanis a Vitality-nek lehetnek rejtett zsebhúzásai uh-huh. a zsebében, de azt gondolom, hogy ha Amazing képes magabiztos early game-et játszani a játékok során, és elhúzzák a játékot a középső, illetve late game-es, illetve késői fázisig, aha. akkor mindenképpen nekik fog kedvezni. Hát kíváncsi leszek, a Schalkének a late game-je azért most legendásan erősebben a jó pár mérkőzésen megnyertek. Na nézzük is, hogy miért fontos nekünk ez a nap, hiszen a magyarok istene velünk van. Így van, a két elképesztően jóképű úriember, Vizi Csacsi, továbbá Attila a képen. Ugye hát mindegy, ki megy tovább egy magyarnak, továbbra is szurkolhatunk az IOLCS-ben. Mit gondolsz, Hunti, melyikőjük a szimpatikusabb neked? Én mindenképpen Csacsinak szurkolok. Uh-huh. Attilát is magyarnak tekinthetjük, de azért... Attila a Hun, ugye? A Hun, csak Vajtétre csinált a három nevet, hát most... De én még mindig azt mondom, hogy Csacsi az igazi magyar. Ó, igen. Hát meglátjuk, hogy esetlegesen milyen... Hát szembekerülés lehet egymásra, hisz az egyikük lövész, a másik pedig ugye a felső ösvény egyik koronázott vagy koronázatlan királya. De ne felejtsük el,
hogy azért ezen a mérkőzésen nagyon komoly legendás összecsapásaink is lehetnek, akár az alsó ösvényen. Talán ez az a pont, ahol a Schalke erősebbnek tűnik a Vitality-vel szemben. Alapvetően ugye inkább a kompozíciókra gondolok, hogy ugye Upsetnek elég magabiztos ezrije van, viszont emellett Kajszával is nagyon jól megállja a helyét. Érdemes ide tiltani, vagy esetleg inkább a támogatókat fognánk meg? Én mindenképpen azt mondanám, hogy Vander általában Harding és Tank supportokat szokott játszani. Uh-huh. Az Ezreal mellé nagyon gyakori választás szokott lenni a Braum, illetve hogyha a Braum tiltásra kerül, vagy elválasztják, akkor a mellé Alistart, illetve Rakant szoktak játszani. Én mindenképpen azt gondolom, hogy a Schalkének nagyon erős és nagyon magabiztos pontja a botlén, uh-huh. de viszont azt mondom, hogy nem ér meg semmiképp sem három tiltást. De én, hogyha tiltanék a Schalke ellen, akkor én inkább a támogató pozíciót céloznám meg, vagy egy Braum Alistarral, vagy esetleg elvenném az Ezreal-t, és Blue Side-ról elválasztanám a Braumot. Igen, azt tudjuk, hogy a pick and ban fázisban a Schalke nagyon szeret korán választani az alsó ösvényt, tehát akár Braum első pick is benn van, hogyha esetleg Sejourner vagy Trundle nem elérhető ugye a jungle-be. De hát Hunti véleményét már hallhattuk erről, viszont van még egy elemzőnk, aki jó párszor, hát felpezsülte már a kedélyeket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Szotyi mit gondol vajon a mai mérkőzésünkről. Tegyük hozzá, hogy Szotyi egy kicsit nehézkesen vállalta ezt a videót most, mert hát bizonyos okokból egy sztrájkot vett föl a saját munkakörével szemben, de szerencsére a cégcsoportnak sikerült megegyezni Szotyival, így a Schalke Vitality-ről is hallottunk némi információt ettől a kedves kis cicától. Alapvetően, hogyha tippelni kéne, mit mondanál, mennyi lesz az eredmény? Én azt mondanám, hogy mindenképpen 4 vagy 5 mérkőzést láthatunk. Aha. Azt gondolom, hogy a Vitality zsebében van 1-2 pocket pick, amiket fel is fognak húzni, és ezzel egy-egy mérkőzést el tudnak hozni, de én azt gondolom, hogy ha 5 mérkőzés lesz, akkor az a Schalke oldalára fog billenni 3-2-re. Szotyi emlegetett itt egy érdekes játékos, kikíztak, hogy a Csacsinak egy korábbi csapattárs volt, a Unicorns of Love berkein belül, és hát nem mehetünk el mellette, hogy bizony, amikor megérkezett a Vitality-be, elképesztő magabiztosságot hozott magával, de miért is kerülnek ők egy képről? Ugye Csacsiról már ezerszer elmondtuk, hogy úristen, poppigád, és mindent lehoz, egyszer meg kikapott. De ez nem számít túl sokat, zseniális a jó játékos, na de vajon miért van kikész a másik oldalon? Hát egyértelmű, hogy láthattuk már az elődöntő előtt is a poppi játékot. Uh-huh. Yamato Kanontól egy interjún kérdezték, hogy miért jött ez a poppi választás, és ő azt nyilatkozta, hogy elrontotta a draftot, és ez csak egy véletlen volt, de nagyon is bejött ez a poppi jungle választás, és láthattuk még Max Lortól is az elődöntők előtt, és szerintem a jelenlegi metában egy nagyon magabiztos és nagyon jó választás, mind a játék korai, mind a játék későbbi szakaszán is. Valóban, illetve azt nézegettük, hogy a dzsungelben most nagyon-nagyon jó ez a kis hős, és alapvetően nézzük meg kicsit a választási és tiltási fázist. Megérkeznek ugye az OP hősök, amit kitiltanak, ugye, mind a Schalke, mind pedig a Vitality-vel szemben. Ugye a Vitality-vel megegyeztünk, hogy a Ryze az egy elég fontos priorizált tiltás, emellé a Braum, amivel ugye a legtöbbet játszotta ugye Vander, illetve hogy az Alistar van még, de ez nem került rá az első körös tiltó listánkra, valamint Seju. Ez ugye akkor van, hogyha Blue Side-ról játszik a Vitality, esetlegesen. Na de mi van, hogyha a másik oldalra kerülnek, végigmegyünk a tiltásokon, a Schalke mondjuk azt mondja, hogy Gragas, Jarvan és akkor Varus vagy Rakan. És akkor el fogják hozni a Trundle-t, valószínűleg az első választásnak a Schalke, hogyha ők vannak kék oldalon. Amint elhozták a Trundle-t,
le lehet csapni esetlegesen erre a poppira, és ugye ez flexpicknek is megmarad, azt is lehet mondani, hogy hát akkor a felsősvény vagy dzsungelbe megy, illetve egy másik nagyon jó tulajdonság, hogy Csacsitól elveszik ezt a hőst úgy, hogy nem kényszerítik bele Kabosárdot egy választásba. Na de milyen kompozícióban tudnád elképzelni esetlegesen? Én mindenképpen azt gondolom, hogy a Vitality-től egy nagyon jó húzás lehet, hogyha Csacsinak a poppiát elveszik, és nagyon sokszor láthattuk, hogy Jizuke játszik Gáliót, illetve Kabosár nagyon gyakran játsza a Jarvan felsősvényt. Hogyha a Jarvan felsősvényt tiltásra kerül, szerintem még akkor is a Poppy Jungle egy Gálióval nagyon jól működhet, illetve hát a játék korai szakaszában is nagyon jól működik. Igen, alapvetően jó pár karakterrel szemben lehet ugye ellenválasztás is ez a Gálió. Tehát például, hogyha esetlegesen benhagynák az Akalit, akkor vele szemben meg tudja tartani az ösvényt. Ugye tudjuk, hogy a kis hát ugye füstbombájából ki tudja tauntolni az ellenfelet, tehát ez is egy jó pont. Illetve a játék stílusában nagyon jól illik a Vitality-nek egy olyan hős, mint mondjuk Thalia, Galio, Ryze, stb. De az a kérdés, hogy Poppy érkezésével az alsó ösvényre mit érdemes választani? Nekem elsősorban azért ez az Alistar Varus dolog, ami beugrott. Én mindenképpen azt gondolom, hogy az Alistar Varus egy nagyon jó választás lehet az alsó ösvényre, ugyanis a Varus 6-os szint után nagyon könnyen képes kialakítani jó helyzeteket, catcheket, az Alistarral pláne. Az Alistarral szerintem könnyen tudnának setupolni dive-okat is, pláne hogyha Galio midlane van, de ezen kívül én még el tudnék képzelni egy Sajarakant is a Vitality alsó ösvény kezébe. Aha, szóval ráfeküdnénk a korai szakaszra, mert ugye ezt tudjuk, hogy Upset és Vendor, hát ők nem nagyon erőltetik a harcokat, addig, amíg nincs meg a biztos legalább két tárgya, ugye Upsetnek, általában Ezreal-lel vagy Kai'Sa-val. Addig azért a Shulkén látszik, hogy ők így nem, Shulkén látszik, hogy ők nem nyílnak ki, tehát nem mennek bele harcokba, nem vállalják az agresszív küzdelmeket. De a Vitality-nek sem mindig ez a játék stílus. Tehát ők is inkább az ilyen 3v3-ban érzik otthon magukat, hogy az 1-3-1-es ösvénytolásokkal szokták megjátszani a taktikát. Lehet-e, hogy most totál felrúgja a kompozíciót mind a két csapat, és inkább a csapat harcokat fókuszálják? Én azt gondolom, hogy simán benne lehet a pakliba, de szerintem csapatharcokban a Schalke általában jobban szokott kijönni. És szerintem a három elleni szituációkban is a Schalke oldalára billenne a mérleg. Ez igazából attól is függ, hogy milyen jungle játékot, milyen jungle-os választást kapna Amazing. Nézzük egy kicsit rá a gerincére mindenki csapatnak a középső ösvényre, hogy Nyugdek és Jisuke található ugye egymással szemben. Kis túlzás Európa két legjobb középső ösvényesen, hiszen azért meg Caps és Perks is versenybe száll ezért a címért. Ugye látjuk a KDA-kat, hogy nem sok különbség van a kettő között, de egy KDA-ból nem mindig kell ítélkezni, hiszen mind a két játékosnak az ösvényére szeretnek ráfeküdni. Viszont a többiben azért mindenben Jisuke vezet, leszámítva ugye a 15. percben a farmolást. Igen. Nyugdáknak a játékoknak a 70%-ában a vezet farmba. És igazából lehet látni az átlagos damage-en, a damage outputon, hogy Jizuki ebben messze magasabb, mint Nyugdák. De azt gondolom, hogy egy Nyugdák a side lane nagyon sok dolgot tud mutatni. Így van, illetve van egy nagyon fontos pontja, amit ez a statisztika ugye nem mutat meg, méghozzá az, hogy a Vitality-ben a lövész sokkal kevesebb sebzést oszt bele egy csapatharcba, mint ugye Upset. Upset azt hiszem a 47%-át, vagy 42%, valahogy így, 42%-át viszi el a sebzésnek, így nem meglepő azért, hogy hát Nyugdák kevesebbet tud beleosztani, még akkor is, hogy ez nem feltétlenül úgy ez a statisztika, de ennek ellenére Jisuke sokkal-sokkal többet tud sebezni, mint Attila, hiszen tovább jönnek az ellenfelek, tehát tud kiosztani. Nézzük meg kicsit a karaktereket, ahol csak Ryze az azonosság. Létezik-e az a verzió, az a forgatókönyv a mai nap folyamán, hogy egyik csapat sem priorizálja a Ryze tiltást? Elképzelhető, viszont én azt gondolom, hogy mind a két csapat midlénere nagyon tehetséges Ryze játékos, és én azt mondom, hogy benne van a pakliban, hogy bent hagyják a Ryze-t, de én a Schalke oldalról biztosan tiltanám a meccsek 100%-ában a Ryze-t, és ha pedig bent is hagynám, akkor pedig counterpicket hoznék, és a játék korai szakaszában megpróbálnám megnehezíteni a Ryze-nak a
játékát. Ugye bennmarad akkor esetleg Akali, nyugdák felé vagy LeBlanc. Ezek a választások nagyon kényelmesek, viszont nagyon counterpickek lehetnek mások ellen. Tehát például, hogyha bennmarad az Akali, akkor egy kényelmes Gáliot hozhat el, ugye Jisuke. Amennyiben viszont mégiscsak úgy dönt, hogy Táliát választja, hát azzal nagyon komoly playekre képes ez az úriember. És hát nem tudom, hogy a középső esély mennyi tiltást érdemel meg, de abban talán megegyezhetünk, hogy az első körben hatot nem. Tehát mi lenne érdemes tiltani ahhoz, hogy a White City kompozíciát megfoghatjuk? Ugye már beszéltünk arról, hogy a Jarman Galliot remekül játsszák meg. Melyiket tiltanád a kettőből inkább? Én mindenképpen azt gondolom, hogy a Jarvan tiltanám ki, mert az egy nagyobb elsőbséget szokott jelenteni a Vitality csapatánál. Nem gondolom, hogy mindkettőt tiltani kellene, de nem gondolom, hogy önmagában a Galio is megérne egy tiltást, akkor inkább a Jarvan tiltanám ki, és amellett még kitiltanám a Rice-t és az Akalit. Nézzük meg akkor, hogy egy ilyen klasszikus Jarvan Galio hogy működik akkor, amikor nem működik, hiszen ebben a helyzetben, amit most látni fogunk mindjárt a képen, itt nem az történik, hogy a Galio, illetve a Jarvan jól működik együtt. Itt ugye megáll az egész szituáció. Láthatjuk, hogy a Rakan ugye interruptorra a Puppinak az ultiát. Így kezdődik az egész csapatharc. És nagyon érdekes az elhelyezkedés, hiszen itt majd látni, már látjuk is, hogy a Junkos bedobta a robbanékony hordót, viszont Braum azzal a kis fallal, amit alig látunk, megfogta, és így nem dobta szét a sidelane-t és a hátsó sort. Ha ott mégis másképp történik, szerintem akkor a G2 már meg is nyerte ezt a harcot? Szerintem akkor biztosan teljes mértékben megnyerte volna a G2 a harcot, ugyanis a háttért Attilát, illetve Kábosárdot szerintem teljes mértékben zónázták volna, és az elsődleges targeteket le tudták volna bontani, hogyha nem is más, de egy 2-0 cserét ki tudtak volna hozni belőle. Igen, ez teljesen egyértelmű, hogy itt a G2 nyerésre áll, ezzel a knockup-pal. Itt viszont megérkezik a választás. Kikisz már meghalt, ahogy a támogató is. Megjön viszont Galio. Mi gondolunk egy Galioról? Ó, hát majd tankol, meg ott lesz elsősorban szuper-szuper. Látjuk, hogy Jarnan reagál ezzel az ultival. Viszont a következő események mégiscsak egy kicsit talán meglepőek lehetnek, hiszen Jisuke fordul, és egy hittel konkrétan kitörli Jarnant és Vadidot is, és az egész csapatharc megfordul. Hiszen ami érdekes, és nem látjuk a képen, hogy Jarnannak itt bizony van higanysejemöve, és még villanása is, és nem gondolja, hogy egy Galio ekkora sebzéssel ki fogja őt törölni. Hát ez nagyjából 2 másodperc volt. Na most, hogyha ezt hagyjuk Ben Jisukénak, van valami válasz a Shaki-nak, hogy ezt ne kapják így be? Tehát, hogy ez elképesztően nagy sebzés lehet majd. Hát jó, el kell flash-elni, igen. Okay. Hát szerintem ez nem a Vitality oldaláról volt szépen megjátszva, illetve szépen játszotta meg Jisuke, de szerintem ez inkább Jarnan oldaláról volt egy nagyobb misplay, hogy nem használta se a villanását, se a QSS-ét, és ezáltal lényegében a G2-nak a legnagyobb sebzés forrását egy pillanat alatt eltüntette Jisuke. Hogyha szerintem jól használja ezeket a képességeket Jarnan, akkor szerintem a G2 képes lett volna megnyerni azt az adott csapatharcot. Ezzel is ment egyébként a helyük, és hát lehet, hogy a világbajnokságra és a kijutásuk azért a Gauntletben még lehetnek finomságok. De nézzük meg azt, amiről beszéltünk, a második videónkat. Ugye arról volt szó, hogy a Vitality elég ügyesen tudja azt megjátszani, hogy hogyan szedjék ezen a jungle-est. Ebben a helyzetben, hogy a Thalia van Jisukénél. Igen, láthatjuk, hogy Jisuke elhozza a Thaliáját, amely szintén nagyon jó a globál végső képessége miatt. Nagyon könnyen, akár a második spawnolódó buffra is képes érkezni viszonylag hamar, amire nagyon nehéz válaszolni. És itt, ahogy láthatjuk, meg is büntetik Amazingnek a Nocturne-jét. Kikisz elrontja a kicsi a rakást, de ettől függetlenül szerintem... Igen, alapvetően az egész érkezés arra megy rá, hogy Amazinget behindba tegyék Kikisszel szemben, és ezért el akarják venni tőle a második kék buffot. Na már most ehhez mik az előfeltételek? Ott van az a 3 darab őrszem, ami Kikisznek a mozgását egyértelműen le fogja követni, hogy merre haladhat a dzsungelben. Ugye dzsungelesként talán a legfontosabb információ, hogy tud, hogy az ellenfeled merre jár, és tudja erre reagálni. Hogyha ezt a játékot meg tudná akárhogy fogni a sárga, az jelenthetne már automatikus győzelmet, hiszen Kikisz talán a legjobban kirívó ereje most a Vitality-nek a sárga gyengeségeivel szemben. Automatikus győzelmet még nem mondanám, hogy jelenten, de mindenképpen a Vitality-nek lényegében a korai szakasz szokott az erőssége lenni. És itt ugyebár el is hozták Amazinget a dzsengőjében, ezt egy Nocturne vagy egy Thalia ellen sikeresen meg lehet csinálni, viszont a sárke nagyon jól érkezik,
Wander éppen használja a teleportját, volt egy nagyon szépen lehelyezett őrszem a Blue Buff-nál, és már Csacsi is hamarabb odaért, mint Kabosard, tehát fordít a Schalke, és emberelőnybe kerülnek a Vitality-vel szemben, ami egy egész jó cserét fog nekik eredményezni. Így van. Igazából az egésznek a legfontosabb pontja talán az, hogy Vandernél ugye felnyitott varázskönyv van Braum-mal, és ő úgy fog oda teleportálni, oda konkrétan kék buffhoz. Itt egy 2v2 eléggé máshogy lehetett volna. Tehát akár elfuthattak volna villanással, vagy kicsi arakással, vagy lehetett volna egy sebzés Nyugdek és Vizicsacsi párosában, vagy esetleg valamelyikük belehal. Így viszont, hogy ez biztosítja Vander, és ő megérkezik, nagyon is számítottak a Vitality-nek erre a taktikájára. Na de kérdem én, hogy Yamato Cannon fejében vajon mi lehet, és mi az, amivel készül erre a következő mérkőzésre? Hát biztos vagyok benne, hogy azok az esetleges paketpikkek, amikkel ő érkezhet, vagy azt gondolja, hogy lehoz egy-egy meccset, azok talán egy-egyet elhozhatnak egy-egy mérkőzést, na de hármat. Lehet három ilyen titkos taktika a zsebében? Hát én is így gondolom, hogy azok a zseb választások, amik Yamato Cannon zsebébe vannak, azok egy-egy mérkőzés erejéig nagyon jók lehetnek, viszont szerintem a csapatharcok, azok mindenképpen, a csapatharcos kompozíciók mindenképpen Schalkének kedveznek, és szerintem lehet, hogy lesz egy-egy szerencsés mérkőzése a Vitality-nek, amivel meg tudja lepni a Schalkét, és ezzel megnyerni egy-egy mérkőzést, de én mindenképpen úgy gondolom, hogy a best of five az a Schalkének fog kedvezni. Hát reméljük, hogy igazad van. Hallok valamit, kérdezzük meg a kedves kollégáinkat, hogy ők vajon mit gondolnak erről itt a szomszéd szobából, mint hogyha valami neszelést hallanak. Szervusz, Csio, szia, Darcig! Mit gondoltok? Szerintetek is a Schalkének a csapatharcokban van az ereje? Ez is üdvözlünk a kedves nézőket, szia Hunti, szia Livius, és szervusz, Darcig! Szervusz, Csio, én is üdvözlök mindenkit. Nagyon jó a kérdés, és nagyon jól fogalmaztátok meg, úgy gondolom, hiszen igazából csak arra van kiélezve, hogy a csapatharcra kiélezve a Schalke előnybe lehet-e. Igen, egyetértek azzal, amit ti is mondtatok, hogy ott náluk lehet az előny, viszont addig valahogy el kell jutni, ez lesz a neheze. Igen, a korai szakasz talán a Vitality-nél erősebb, viszont ezt egy elég defenzív taktikával ki fogják védekezni, ugye srácok, léci? Mondjátok, hogy igen. Nagy erőssége jelen pillanatban úgy gondolom a Schalkének az, hogy minden ösvényen tudja tartani a farmot és megvédje magát. Néha-néha Csacsi sajnos pórul jár ilyen 1v3-as, 5-ös rajtütésekben, de talán a többi ösvény, az alsó ösvény talán magabiztosnak mondható, hogyha 3v2-ben kell megküzdeniük, akkor sem húzzák rövidebbet. Középső ösvényen pedig hát Nyugdáktól sokat várunk, legalábbis én biztos vagyok benne. Én itt Amazingre raknám a nagy kérdőjelet, hogy mit fog tudni kezdeni Kikis agresszív junglezésével. Hát Sejun nélkül lehet nem sokat, mert ő ugye mostanában eléggé sokat van tiltva. Meglátjuk, hogy mit tudnak csinálni egymással, mi ezzel meg is köszönnénk a szót, és átadnánk nektek, hajrá srácok, hozzatok egy Schalkevint! Üdvözlőjük még egyszer a kedves nézőket! Hoztam nektek majd egy berlini videót, elkészült hatalmas nagy duranás, majd megkapjuk a fülünkre, mikor lesz ez lejátszásra, de itt vagyunk az első mérkőzésen a B5-ös szérián belül, elődöntő, vagy az egyik csapat, vagy a másik csapat jut tovább, de Kiki a Vitality-re, Kiki a Schalkére fogadhat, mert nyugodtan a csendbe a hashtag S04, vagy a hashtag VIT. Te kire fogadnál, kedves Darcig? Én igazából azt hallom meg, amit akarok, az előbb például nem azt mondtam, hogy Kiki Schalkére, hanem hogy Kiki Schalkére szavazott, és ezzel meg is van a győztesünk, azt hiszem, ha az első mérkőzés nincs is meg, szeretek erre nagyon kitérni, attól függetlenül ez egy B5-ös széria, tehát nem szabad csüggedni a bíztatás, az akkor is kell, sőt, akkor kell igazán. A biztatás ez mindig kell, egy kicsit mentálisabban erősebbnek érzem a Schalkét, erről nem esett szó, 2-1-es szériából álltak föl egy B5-ös mérkőzés alatt, ez mindenképpen arra ad okot, legalábbis feltételezés, hogy egy higgadt, egy nyugodt társaságról beszélünk, nem estek pánikba, és képesek voltak visszafordítani a mérkőzést ugye múlt héten. Ellenben a Vitality-nél ott van egy olasz, egy temperamentum, és Jisuke, régen Kabosárdnak is voltak ilyen érdagadós megmozdulásai a felső ösvényen, mikor nem az AMD támogatta őt legfőképpen. Tehát így lehet erre építkezni, az első meccset valahogy nagyon megtolni, és körülbelül olyan fókuszt helyezni Jisukéra, mint amit a Fnatic szokott például a Schalkéra, és akkor ilyen agyvesztett mérkőzés bevehetünk részt utána a Jisukéval, vagy Kikis meg kéne nagyon fogni. Jó a gondolatmenet egyébként. Viszont az elejére visszatérve, szerintem van ennek egy árnyoldala is. Azt mondod, hogy a Schalke érkezhet morális előnnyel, viszont szerintem pont azért nem ők érkezhetnek azzal, mert amikor még a beosztásért a
a helyosztó mérkőzések folytak, akkor White Elite olyan mértékű magabiztossággal tudta őket is letörölni a színpadról, illetve a G2-t is, hogy a White Elite onnan még mindig érkezhet egy kis fölénnyel a Sákéval szembe, akik viszont az előző B5-öt megnyerték ugyan, de elég gyengén muzsikáltak az elején a szériának. Szóval, ha így nézzük viszont, akkor a Vitality-nél van az ilyen előny. És nagyon vicces jelen pillanatban az állás, mivel, hogy hiába jutnak be a döntőbe esetlegesen, vagy a Schalke, vagy a Vitality, még korán sem biztos, hogy szerepelhetnek a VB-n. Pontok alapján eszeveszett kuszaság van a nyári pontokat összevetve majd a tavasziakkal. Tehát még senkinek nem biztos, egyedül a Fnatic az, aki 100%-ig azt mondhatja, hogy ő bizony bent van már a világbajnokságon, mind pontállásban, mind hogyha megnyerik esetlegesen a nyári szakaszt. Úgyhogy a Fnaticekkel már lehet számolni, egy nagyon erős Fnaticeket kapunk, úgy néz ki a VB-re, de azt hiszem, ki lesz a másik kettő csapat, aki becsatlakozik hozzájuk, vagy pontállásban, vagy helyezésben, az még korán sem biztos. Az, hogy ma lesz egy összesünk, ez se jelent semmit, mert a holnapi ugyanúgy elődöntő is sok mindent megboríthat. Hogyha ott a Fnatic második helyet ér el, vagy nem jut tovább, úgy gondolom, a döntőbe, vagy esetleg a Misfits jut tovább, teljesen felborítja a pontállást is. Úgyhogy messze menő következtetésben nem is akarok belemenni, mert itt einsteini elméleteket kellene boncolgatni, hogy kinek mekkora hány százalékos esélye van. Jelen pillanatban viszont... Hát nehéz dolga van. Nehéz dolga van a Schalkénak. Múlt héten is azt mondtuk, hogy nehéz dolga van, de ez lesz a nagy falat. Igazán, ha benn vannak döntőbe, akkor mindenki örülhetne. De ugyanígy a Vitality-re is vonatkozik, hogy egy nagyon nehéz tavaszi szezon után, egy nagyon döcögösen induló nyári szezon után, most viszont ott van a lehetőség, hogy bejuthatnak a nyári szakasznak az elődöntőjébe, vagyis a döntőjébe. Így van, elég nagy volt a talpra állása a Schalkénak. Sok változás történt egyébként, amiből mi keveset láttunk, van egyébként olyan része is, amit láttunk, és úgy gondolom, hogy jó irányba halad a Schalke. Igazából az elemzői asztal is rengeteget beszélt arról, hogy a dzsungelben vannak még hiányosságaik, van hová fejlődniük. Mostanában amazing, ha egyéni szinten nem is feltétlen veszi fel a versenyt a többi dzsungelessel, vagy akár a többi csapattársával is. Csapat szinten azért azt hiszem, hogy jó döntéseket tud hozni általában, illetve csapat szinten jól is mozog együtt. A többi szólóösvényessel, illetve hát ugye Csacsival, illetve Nyugdákkal. Én úgy gondolom, hogy van még hová fejlődniük, de a jelenlegi állásuk az egészen jó. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és remekbe várom, hogy mivel készülnek a srácok a pikban fázisban. Sok minden el fog dőlni szerintem a hős választásról, bár azért ismerve a csetet már szerintem az első 5 percben a választások után temetni fogják valamelyik csapatot, de ne felejtsétek el, míg a Nexus nem dől be, addig bármelyik csapat győzhet, és szintén elmondanám még egyszer, ez egy BO5-ös széria, és itt is vagyunk a választási és tiltási szakaszban. Hajrá Schalke, hajrá Vitality! És jönnek a tiltások, közben megjegyezném, hogy a szezsuáni tiltás érkezne, akkor Dunaújvárosi Rémnek az édes anyukáját, mármint Erzsi mamát hiányolom jelen pillanatban a malacsültjeim miatt. Ez kötelező bejelentés volt, aki érti, aki nem, az így járt. Nézzük a tiltásokat, van egy Akalink és egy Braumung, mind a kettőt kiemelte az elemző asztal, hogy nagyon fontos tiltásként szerepelnek. A másik oldalon Thresh, Ryze és Olaf a tiltások soraiban felszereplő hősök. És még egy tiltással adózik nekünk a Vitality, nincs kérdésem, hogy vagy Poppy, vagy Sejuani lesz. Egy kitekintés egyébként közben, miközben. Szóval egy kitekintés, ami igazából fontos, hogy tényleg van videónk, ami összefoglalja majd a dolgokat, de ezt majd a mérkőzés után adjuk le, úgyhogy elfecsegtük az időt. Na, nagyon élvezzük a mérkőzést, pedig még el se kezdődött, de ezt majd látni is fogjátok. Sen első választás a Schalkénál, tetszik, hiszen flexibilis, mehet alsó ösvényre, mehet felső ösvényre, és ezzel akár ki is lehet kényszeríteni valamit a Vitality-től. Ez most pont egy Poppy. Ez is lehet kettő helyre. A Vitality-nél inkább a dzsungel, mint a felső ösvény, így van, ahová az érkezni szokott. Opa! Na most kint beszélgettünk a srácokkal, Huntiékkal, és pont Skarnert mondták, hogy nem igazán gondolják, hogy belefér a metába, viszont tankosról, tankos karakterről beszélünk, ragadozóról beszélünk, arról beszélünk, hogy van neki páncélja, karóba húzása, mindenféle dolga, amivel rendelkezik esetlegesen egy Kindred vagy egy Sejuani kombója, tehát ilyen összevegyített hős, támadássebesség, páncél, beérkezni egy gyors rajtaütésre, kivenni valakit a csapatharcból, kábítani, tehát mind képes erre Skarner. Mit gondolsz, jó választásnak tűnik Skarner jelen pillanatban? Így Amazingnek, vagy jó lett volna a Sejuani inkább? Nem szeretném becsmérelni ezt.
inkább elmondom, hogy mit gondolok, unblock. Uh-huh. Szerintem ez egy ellenválasztás. Ez egy jól kifundált, Poppy ellen érkező választása a Schalke-nak, hiszen Poppyt azonnal elhozta a Vitality, hogy ezt ne kaphassa meg Csacsi. Erre számított a Schalke, hogy nem hagyják meg nekik a Poppyt, és ezért hozták a Skarnert. Valószínűleg azért, mert több megszakítása is van, iszonyatos mozgási sebessége, amivel el tudja kerülni a visszadobást, úgyhogy ezt a dzsungeles nehéz lesz eltávolítani esetlegesen egy Baron Nashor harc környékéről esetén. Pláne egy egységben az erő sem végső képessége. Aha, még kézbesíteni is tudja, mm-hmm. Így van. Igen, ez mindenképpen jó, viszont van egy Trundle ellenválasztásként. Ha megvalóan nem tudják, akkor meg ott van a Poppy. Majd azt mondja, hogy kilökök mindenkit a Baron Nashor duóval. Csacsitól ezt már 1000 milliószor láthattuk. Kikisz meg majd megoldja magának, gondolja ő. És Assethez érkezik Ezreal, hát sajnos nem egy Kai'Sa. Nem. De majd még van idő arra Kai'Sára, és az Ezreal-je sem rossz, úgy gondolom. Az utolsó körös tiltások pedig Morgana, Rakan, Yasuo és LeBlanc nyugdák ellen azért eléggé erős frontvonalat tiltottak ki jelen pillanatban. 3 darab tiltás szól ellene jelenleg. Uh-huh. Ajjaj. Az vicc, mert már van egy Varusunk. Az csak egy vicc, persze. Ez csak annyit jelent, hogy Attilának a humorérzéke még helyén van. Innen is üdvözöljük természetesen. Galio választás. Így viszont, hogy Poppy, Trundle és Galio is egy csapatban van, tankosságnak nem lesz ilyen a Vitality, és felső ösvényes lesz a Poppink, hogyha jól értelmezem a dolgot. Aha. Lehet, hogy van benne logika, viszont akkor a Kabozsárnak nagyon fel kell kötnie a gatyót, hogyha olyan szinten akar poppizni, és most nem lenézés, de hát Csacsi az mellett, hogy Sengád Poppygádnak is emlegethet-e ő, de nem hiszem, hogy Sent fogja megkapni, amit egy kicsit sajnálok. Helyette jön egy Cho'Gath vajon? Csacsihoz? Csacsogát lesz? Nem, Maokai! Maokainak is elég jó lehetőségei vannak arra, hogy Poppynak elkerülje. Akár a visszadobását, akár hogy megkerülje a jelenlétet is, tehát a Maokai ugrás az nem akadályozható a Poppy jelenléttel. Utolsó választásként egy támogatót várunk, ha csak nem Poppyt küldik le az alsó ösvényre. Ami viszont Trundle-lel szintén egy jó kombó, és igen! Ez most egy bátor húzás a Vitality-től, de ott van a Yamato Kanon faktor, amivel nem igazán számoltunk, mi sem ennyie. Hát akkor is sem Poppy lesz, egyszerűen nem engedi el ezt Yamato Kanon. Hihetetlen. Oda-vissza cserélgetett karakterek. Már most taktikai, next level harc a két csapat között, és ez még csak az első meccs. Kabosádnak nem rossz ez a kledje, az őrült Motkány azért elég nagy sebzést ki tud osztani majd azokkal a tárgyakkal, amiket vesz. Még ha nem is vérszomjas hidrát, de egy titán hidrára be fog nevezni, biztos vagyok benne, a fekete hasítóbert szintén ott lehet a palettába, és hát fát kell vágni azért, ezt ne felejtsük el. Mm-hmm. És ők 2v1-ben játszanak, ugye Scarról is szót kell ejtenünk, mivel sok-sok képessége, mikor fentül ezen a harci gyíkon, másként működik, mint hogyha leesik róla. Hát nem tudom, hogy most ebből a választási tiltás fázis után mit mondanék józan, ésszel, szívvel, de hát rengeteg sárga, pólós, úriember, még Jisuke fan van ott jelen pillanatban, hát igen, most kellett volna egyet venni, és akkor igen. Mekkora bunyó lett volna. Az biztos. Ilyen bát persze, és mi? Nem, mi is nyomtuk, hogy mi Itáliát nyomtunk Jisukének annó. Most nem nyomnám. Most nagyon nem. Mármint, hogy dehogy nem, hát hogy nem, fő a fair play. Ide is, oda is drukkolunk. Tény, hogy kék szint egyáltalán nem látunk a lelátón, de az mindegy is. Az egy kicsit BM amúgy az a lakett, na mindegy. Nem gond. Majd elfáradnak a srácok, hidd el, mi is elfáradtunk. És ez egy B5-es széria, még egyszer mondanám. Miaukai pedig megérkezik a szurdokba. Mutasd, mi az? Mit van neked? Ragadozik a Jisuke, haha. Ajaj. Hát... Tehát nem csak hősiesen akar belépni, hanem még ragadozik is? Hősies ragadozó. Ez is egyébként már egy újfajta húzás, bár mondjuk Jisukétól nem idegen a karakterek újra gondolása. Más különlegességünk nincs. Amit még érdemes kiemelni az az, hogy a lövészeinknél most egyiknél sem lesz teleport. Attila gyógyítással érkezett, még Upsetnél megtisztulás van. Viszont teleport előnnyel rendelkezik. Mondhatni a Vitality, bárhogyha Vendor végső képességét is annak számoljuk, akkor quittek vagyunk. Ami talán
meglepőbb és mulatságos, hogy tényleg az a ragadozó Jisokéne, az mire fog szolgálni? Tehát Cassiopeia alapból egy gyorsabban mozog a kígyózó könnyedségnek köszönhetően, plusz ugye runájából a fázis rohamot választotta ki, ezért ez még frekventált a mozgássebesség lesz, hogyha ő elkezdi üldözni Jisokét. Tehát ezt inkább passzívan szeretne elhasználni, menekülés a Jisoké, vagy rajtaütésekbe, ami egyébként meg felettébb furcsa, amivel hogy a hősies belépővel így is úgy is meg tud érkezni. Szerintem pont ez az elképzelés, amit a végén mondtál, hogy szeretne több ilyen érkezéssel is rendelkezni. Lehet, hogy a hősies belépő nem feltétlenül be, és annak sem mindig offenzív a kihasználása. Hogyha viszont van még egy ragadozója, és akkor akár csak rá is futhat az ellenfélre, és elég sok CC-vel rendelkezik a karakter ahhoz, hogy egy sikeres ráfutással több másodpercig egy helyhez kössön valakit. Érkezik ki kész. Egyből betaláltam, medve csapda, bizonyám. Hát istenek, Csacsi őrszemez. Kikisz viszont besétált, jön bokorban, a Csacsi nincs ráálltás. Egyből villan kabosár, Csacsi bajban vannak, 2v1-ben. Kivillan Csacsi, de ez viszont késő. Kikisznek van harapás, így is van. Kikiszi az első gyilkosság. A Vitality 0-1-re vezet a második perc küszöbén. Keresem a védelmező oltalmazó szavakat, de nehéz, hiszen Kikisz tényleg az őrszemen keresztül rohant. Na mindegy, itt a fordítási lehetőség, Jisokét akadályozza Amazing, vagy tényleg így történik ez? Lehet, hogy Jisoké akar egy jót fordulni, ott a kábítás. Ó, gyönyörű szép, vendőr éppen Attilát égeti is, és ott van, lehet, hogy el fogja vinni, nem biztos, Jacktól szépen menekül. Jó erre a Poppy, megfelelően használva ki képességeit. Jisoké, Jacktól mindenki túlélte. Ezen próbálkozásokat nem sikerült egyenlíteni, az első sárkányunk pedig egy pokoli sárkány lesz. És Kabosárd ahhoz képest, hogy milyen agresszív, nézd meg, egy Torán pajzsával érkezett ki mindössze. Újra jó a felbőszítés Vendőrtől, Jacktól nem tanult az előbbi hibákból. Upset viszont még egyelőre nem sebez akkorát, hogy ez nagyon meghassa ezt a Poppit. Azon gondolkodom, hogy mennyire érintette érzékenyen Jisokét ez a halál. Nem. Csacsi egyébként valószínűleg abban reménykedett, hogy nem lesz meg itt a gyilkosság, el tud villani és az elég lesz. Nem. Ezt egy kicsikét félrekalkulálta. Utána viszont Jisoké elindult és Amazinggel akart farkas szemet nézni, valószínűleg óvta volna ezt a sutyerákot. Ez nem sikerült. Utána még mindig oda megy pofoszkodni egyet, és Jacktól fog majd ellépni az alsó esvényről. De addigra Amazing már eléggé le tudja sebezni Jisokét, aki aztán végül el sem fog villanni valamilyen oknál fogva. Hát a túl kevés életerő miatt nyilván. És Jacktól odaérkezik Attilának, viszont emiatt a villanása bánja az egész akciót. Tehát egy-egyes csere összességében a pálya egészét tekintve. Ó, és érkezik egyből Amazing, ott van már a gyorsítás, jó a kábítás is, nyugdá pedig folyamatosan mérgezni Jisokét. Egyből ott van a sebzés is, jó a Cassiopeia, még akkor is, hogy nulla mannám van. Jisoké egyelőre úgy néz ki, hogy fókuszba van helyezve Amazing által. Egyébként nem tudom miért, én azt hittem, hogy elment onnan egyébként, azért mondta, hogy nem halt meg senki, de nem, a Sárke egyenlített. Itt pedig jó kis statisztikákat láthatunk az alsó ösvény párosokról. Illetve igazából ez még azokra a mérkőzésekre vonatkozik, amikor még az aranytölcsér az működött. Hogy addig hogyan álltak ezek a dzsungelesek, Kikisznek úgy tűnik, hogy ez bejött az első 15 percben, jól tudta azt kihasználni. Csacsi pedig megint bajban. Így van, fel is van bőszítve, Jisoké szépen üti föl, Csacsinek itt meg kell halnia. Vitality mindenképpen szeretne gyilkosság előnybe részesülni, és ezért nem restek ellépni az ösvényről. Nyugdát pedig folyamatosan farmol. A ragadozó ezért is tud nagyon jó lenni. Ezt egy hősies belépővel nem tudta volna megtenni Jisoké. Most egyszerűen csak rárohant az agyára Csacsinak, ezt talán pontosan ugyanígy mondtuk el, és van elég CC-je ahhoz, hogy annyi ideig helyezkösse, hogy a hódítós Kled szanaszét büfölje ellenfelét. Egyébként 6-os szint után is van arra lehetőség, hogy csak egy ilyen ragadozóval érkezzen meg bármelyik ösvényre is. Csak akkor még egy lehetőség adódik számára. Ami viszont sokkal jobban tetszik a Schalke felállásában most, mint egy héttel ezelőtt, hogy most a középső ösvényen is jelentős sebzéssel bírnak. Azt hiszem, a múlt héten igazából upsetre építették a kompozíciójukat, ami egy ezrillel nem nagyon volt bejövős számukra. Megint itt van Jisoké, és ez most 3v2-es szituáció lehet a Vitality javára. Ha Amazing látta volna, hogy itt van Jisoké, de egyébként nem. A lencsét azt éppen Jisoké használta. Ő látta, hogy Amazing merre ment el. Amazingnek, hát csúnyán szóval fingja nincs, hogy ki jár itt és mit csinál. Őrszem hatékonyságban úgy néz ki, hogy a Vitality sokkal dominánsabb. Az egész felsősvényes folyószakaszt mindent látó őrszemekkel rakták tele. Ez a későbbiekben majd a hírnökre kimozdulást is elő fogja segíteni.
de sárkányunk a célpont, jelen pillanatban Őmészink pedig beragad, szép a kábítás, Kikiszre nyug, de még nem ért oda, villan, nem jó a végső képesség, hátat fordított neki Kikisz, jön a hősies belépővel, Jizuke, de megvan a gyilkosság, Kikisz kapja, oda kerül, Jizuke szépen sebez Amazingre, el lehetett hozni, majd kivillan nyugdák elől. 1-1-es a csere, 2-3-ra vezet a Vitality, és van aranyelőnyük is, 1000 arany per pillanat. Egy ilyen helyzetben iszonyatosan fontos, hogy meglegyen a gyilkosság, ha már ennyire komolyan elhatározza magát. Megint ragadozik Jisuke, elvizi Csacsira, viszont most nem talál a medvecsapda, így be tud menni torony alá. Szóval, hogyha ennyire komolyan elhatározza magát a Schalke, hogy befelé villan Cassiopeia, csak a lassítás miatt, mert a kövérdermesztésnek ott esélye nem volt, akkor iszonyatosan fontos az, hogy meglegyen a gyilkosság. De nézzük is vissza az egész akciót. Amazing rossz helyzetben őt elkapták. Kikisznek viszont nincs villanása, és ezt tudja jól a Schalke. Messze volt Jisuke, bement, hogy egy kicsikét farmolhasson még, majd utána fordulnia kellett, hogy Kikisznek segíthessen, de akkor már késő volt. Jisuke viszont így is időben érkezett egyet szépíteni. De csak kiragadozik még? Hát nem más, mint Amazing. Attila a célpont, jó a kábítás, be lehet-e húzni? Még egyelőre nem, mert csak ötös szintű Amazing, de megvan a gyilkosság. 3-3-ra kiszépít, az kiszőkít. Minden esetre kiegyenlít a Schalke 04 csapata, és csökken az az arany előny, most már csak 500-ot tendál egyelőre, Kikisz viszont érkezik, itt van a megállíthatatlan előre Kábosár személyében, és 3v1-ben meg lehet ölni nyugdákot. Nagyon rosszul rotál jelen pillanatban a Schalke, vagy inkább nem reagálja le ezeket a hívásokat. Erről beszéltünk kint, mielőtt beérkeztünk a mérkőzésekbe, hogy sokszor ez a taktikája a Schalkénak, hogy átadnak pár gyilkosságot, meg pár célpontot azért, hogy Upset tudjon gírelődni, és meglegyenek minél gyorsabban azok a tárgyai, tehát ő legyen nyugiba, más nem számít. Most talán kevésbé érzem ezt a játékukon. Bármennyire is tűnik úgy, hogy a Vitality jobban mozog a pályán, a Schalke ezt próbálja lekövetni, tehát náluk sem véletlen van ott az a három gyilkosság. Most még tudják tartani a lépést a Vitality-vel, ahol viszont szintén van egy kis fókuszhiba. A Schalkénál úgy érzem, hogy Csacsi az, aki kevésbé képes farmolni, mert folyamatosan leüldözik az üsvéről. Jisuke viszont magával játsza ezt. Ez egyébként egy gyönyörű szép bait volt. Nyugdák próbálta akadályozni a hazatérési Jisukének, és ezért tudott kezdeményezni Kábosárd, illetve Kikisz párosa rá. Szóval egy szép elkapásról beszélünk. Igen, Csacsi le van maradva farmban, viszont a középső üsvény Jisuke magát zárja ki ezekből a farmokból. Ezért is fontos, hogy amint van lehetősége, akkor az ilyen farm kilépésekkel éljen. És talán a Schalke viszont pont ezt próbálja majd kihasználni. Mondjuk az a Maokai láték későbbi szakaszában akkor is tank lesz, hogyha hátrányban van. Ezt kijelenthetjük, de ez 30 plusz perces mérkőzés kellene, hogy előrevetítsen. Kérdés az, a Vitality szeretné ezt idáig húzni. Kettős erősítés jelen pillanatban a Kikiszen van. És megint hol van? Hát a felső ösvény közelében Amazingnek a BK-jára fáj a foga. Az egy kicsikét korai sújtás volt. Bizonyám, hogy korai, Amazingnek is kell villannia. De sokat adnak egy-egy célpontért a Vitality-sek. Most is Kabosárd ellépett az ösvényéről, Jisuke megint nincs az ösvényén. Na meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Egyelőre úgy néz ki, hogy a Vitality dominánsabb, 500 aranyos előnyük van jelen pillanatban, és egy gyilkossággal tudnak vezetni. Torony közelébe viszont még nem ért egyik csapat sem. A középső ösvényén meg tudták tépázni a Schalke tornyát, de bedöntés az még valóban nem jött egyik csapattól sem. Nem lehet viszont túlságosan messze, ahogy a hírnökünk sem. Lehetséges, hogy Kikisz pont ehhez készíti le azt a rálátást, azért Randall-lel viszonylag korán el szokták hozni ezt a célpontot, 11-2 perc után ez igencsak egyszerűnek mondható. Nyugdák mehet előre! Szép volt a jégoszlop kihelyezése, ez megakadályozta a nyugdákot, hogy további sebzést osszon ki Jisukéra, viszont megérkezett Amazing, apropó, megérkezett a szurdok hírnöke is. Így is van. Talán most az alsó ösvényről jobb az ellépési lehetősége a Schalkénak, tehát ha harcolni kell a környékén a hírnöknek, akkor viszont Vendernek az a globális végső képessége igenis fontos lesz. Persze ott van a másik oldalról Jisuke is, ahhoz viszont tud csatlakozni nyugdák, tehát az ember előny lehetősége az fennáll két oldalról. Ami még nagyon érdekes lehet, hogy egy végzetes hullámmal azért látszik is be tud segíteni sebzésben, hogyha még nem is érkezik az ösvényre, vagy egy csapatharcba. Viszont ami jó, nincs farm hátránya, plusz a kleptomániával kiegészülve Upset biztos, hogy vezet farm, aranyban, jelen pillanatban Attilával szemben. Égetések, minden ott van a támogatóknál, amire csak szükségük lehet, hogy becsatlakozzanak, és előre képességek Kabosárnak megint elérhető,
ő is nagyon gyorsan meg tud érkezni a csapat hazvezetéséhez. Mind bele kell kalkulálni majd. Jack Tull pedig hát itt van a hírnök, hogy biztosítsa a Vitality számára. Ezt jó támogatóként végig is őrszemez mindent. Ez a célpont kell, hogy az első torony is a Vitality-nek legyen meg. Akkor lesz egy kicsit nagyobb aranyelőnyük a Sárkány ófél csapatával szemben. Ugyanakkor nem volna rossz ezt a célpontot cserélni egy pokol sárkányra sem, tehát elég jó célpont felhozatalunk van jelen pillanatban. Uh-huh. Ajaj, vérszakra gyűlik az éjj vad a középső ösvényen, teleporttal érkezik. Jisuke. Az a méltán híres Jisuke így is van. És mindenki itt van a középső ösvényen a Vitality-től, megjött Csacsi is. Dobálja a facicákat a bokorba. Az nem jó pozíció a Mazingnek. Nem, Mazingnek sokszor nem jó, de egyelőre ez egy elhibázott jégoszlop volt. És hát nagyon felbőszítette Jisuke ezt a bokrot. Sőt, mellé meg elhasználta a ragadozót is. Ez szerintem nem egy rossz kivétel. Gyakorlatilag Áron. Ajaj, romlás láncápsz, egy gyönyörű szépen villan és tisztul meg. Nem is villan, térugrott csak. Így van. De a megtisztulását viszont elhasználta. De hát végső képesség egy idézői képességért. Itt pedig van egy kis szünetünk, kiborult valami valószínű. Legalábbis látva a kapkodást. Annyira megrémült, hogy lehet, hogy nem is azt akarta elnyomni, hanem itt valami történt. Mi történt? Tehát majd kapunk információt, akkor ezt így elmondjuk. A kis pihepuha bajszocskán azért izzadság cseppek látszódnak. Meggonoszkodj. Dehogy nem. Hát, az biztos, hogy itt ez volt a jó játék, tehát nem hiszem, hogy ilyesféle hiba volna. Valamit félrenyomott esetleg upset, mert a megtisztulással kellett itt menekülnie, uh-huh. Jött volna már Jack Troll az agyába a romlás láncát lekövetni. Igen, ő bent állt a sárkányodóba, szépen helyezkedett. Ott pedig vagy átvillant volna is egyből falhoz vágás, vagy valami hasonló szépség. Uh-huh. És ugye most már Poppy a végső képessége alatt is nem megcélozhatatlan ellenfeleket hoz létre, folyamatosan kaphatják közbe is a sebzést, és ez bizony fontos, pláne egy ilyen támogató esetében. Oh. Ez egy plusz CC. Bug reportunk van jelen pillanatban, ami azt jelenti, hogy a hőssel van valami probléma valamelyik hőssel? Uh-huh. Egyelőre még nincs információnk, hogy mi is történik itt. De ha bug reporton kiírva, akkor nem lag meg nem ilyen problémák vannak. Valami nem úgy működött, ahogy kell. Ennyit tudunk ebből megállapítani. Na, hát fél órát eltöltöttünk, jöhet egy remake. Ez még csak az első meccs, már is sorsolj. Néznek szerencsére, amazinget. Egyszer nem halok meg folyamatosan is. Na jó, nem bántok senkit. Akkor is azért valami történik, de csak befejezem. Nem olyan rossz ez a Skarner választás, én azt kell, hogy mondjam. Jelen van egy szóló gyilkossága, bárhogy számolom, a szóló gyilkosság volt Jisukével szemben, úgyhogy igen. Ez úgy tűnik, hogy abszolút nem működőképes Amazing számára. Akármennyire is próbáltam magasztalni a Vitality agresszív gyilkosságait, tehát nagyon keresztbe húztad annak a ténynek a feltárásával, hogy viszont sokat ad érte. Lásd a minion bukás és idézői képesség bukások. Ebből a szempontból már nem annyira pozitív ez tény és való. Nem mindig van ez meg, tehát ha eljutunk arra a pontra, hogy Galio képes lesz egy teljes hullámot vansatolni, mindössze a háború szelének elhasználásával, ugye ehhez a dematerializálók elég sok sebzést adnak majd a későbbiek folyamán, akkor majd ez a veszély nem áll fenn, mert következmények nélkül elléphet Galio, Cassiopeia nem tudja felvenni vele a versenyt ösvénytolásban. Cassiopeia lassú, félreértés ne essék, egyszerűen csak nem ugyanannyira gyors, mint Galio, aki megnyomja a kút és vége van a wave-nek. Szerintem ezeket a Galio érkezéseket valaki kell bekelni, más lehetőség nincs rá, állandóan érkezni nem lehet. Inkább akkor erőszakos ösvénytolást alkalmaznék nyugdák helyébe, hogy bizony valakinek oda kell menni megvédeni a tornyokat. Tehát mint egy jóféle Ryze elmozdul az ösvényéről, szabadon van, akkor én tolom előre. Gondoltam egyébként, esküszöm, sejtettem már most, hogy ez lesz a probléma, mert nagyon későn reagált Upset a megtisztulással. Ja, ti nem hallottátok. Egyébként az a probléma, hogy nem látták. Nem hallották ők se? Nem hallottátok. A Scion-t? A többiek pedig nem látták a Varusultit, tehát a játékban ez nem jelent meg Upset számára. És azért mondom, hogy pont erre gondoltam, mert nagyon későn reagált a megtisztulással Upset, azért egy profi, akár előbb eltérugorhat, akár elvillanhat előle, tehát több lehetősége is volt erre, így viszont beleállt egy picikét, várt, és csak később használta el a megtisztulását. Így is jó volt szerintem a reakció, sőt, így igazán szép,
hogy még csak nem is látta, hogy érkezik felé, mégis tudta, hogy valami itt történt. Ezt most sokkal jogosabbnak érzem, hogyha innentől kezdve azt mondják azt, hogy remake van, mint múltkori Sion végső képességes nem halljuk dolgot. Tehát ott már párszor elcsattant az a Sion végső képesség, mire bejelentették a problémát. Itt viszont egyből jelezte most Upset, és ez mindenképpen így. És úgy, hogy biztonságban van már. Így van, így van, így van. De igen, tehát egy romlás lánca, egy csapatharcban, úgyhogy nem látod, az lökényelmetlen lehet. Tehát folyamatosan ott táncolsz, és mintha semmi nem történt, hirtelen megállsz. Igen, csak az lesz majd a szerencsétlen helyzet, amikor viszont a bírók azt mondják, hogy azért nem láttad, mert nem néztél oda. És mehet tovább a mérkőzés. Nem hiszem, hogy egy ilyet meg lehet csinálni. Meg arra se lehet kötelezni például, hogy Attila, hogy ne használd a romlás láncát. Tehát Figyelj, Jisuke, te se használt az ultidat, ezen a mérkőzésen senki nem használja a végső képességét. Innentől kezdve az R betűt leragasztjuk, kivesszük a helyéről. De megyünk vissza, itt vagyunk ismét a mérkőzésben, és ha már végső képesség, akkor ott volt egy szép kis hullám. Jisuke meg megint itt van, Csacsi büntetésre. Jó a visszadobása Kabosárnak, de vissza kéne lépni torony alá. Jisuke most jött meg, egyből jó a felbőszítés. Ott van a természet eleje, Csacsi szépen villan ki. Jisuke kapja a sebzést, nézd meg ki jött még, meg kikisz. Ő mész így, most csatlakozik a buliba. Jisuke bele fog halni Vizi Csacsival, folytatott harcba. 3v2-ben nem tudták megölni, ő mész így még itt van. Kabosárna pedig nincs sok élete, leesett arról a csopfagy gyíkról is. Kikisz pedig bemegy agresszívan Amazingét, jó a karóba húzás, és éppen nem látom, hogy mit történik, de valószínű, hogy onnan nem fog kimenni Kikisz. Épp pedig egy stream rezi lesz, valószínű. Nem tudjuk, hogy mi történik, de gyorsan meg fogjuk oldani, visszakapjuk a képet egy kicsit a kollégáktól, lenyomnak egy F5-öt. Még egy Alt F4-et az egészre, mindenki kilép a Facebookból, és lesz internetünk is, hogy megcsavarjuk a dinamókat. Én már hallok játékhangot, itt mi történt? Mi történt? Jó, jön a visszajátszás, tessék, te akciód! Nem, ezt még láttuk egyébként. Itt nagyon szépen Csacsi CC-zni tudott két embert, és a végső képessége, ha jól láttam, legalábbis Jisukét is eltalálta. Így van, ott volt egyszer a helyes kötés. A villanása odébb tolja a helyzetet, Bender megérkezik a végső képességgel. Nem valószínű, hogy ténylegesen itt is lesz, de legalább a pajzsot adni tudta, és ezzel Jisuke meghalt. Amazing érkezésével Kikisz már elvillantotta, és van végső képesség, ez fontos. Kikisz itt tankolja a tornyot, itt szerintem neki meg kellett halnia, ez biztos, viszont utána követi Amazing is, így lett 2-2 végül a csere, és ez bizony egy akasztás volt, Jetronnak kellett villannia érte, úgyhogy ez még így is egy jó csere volt. Igen, egyre nehezebb lesz megölni ezt a Maokai-t, ezt már most is láthattuk, nem volt egy könnyű falat, rengeteg végső képesség távozott el az ő meggyilkolására, és közben azt látjuk, hogy nyugdák a középső és mélyes tornyot fél életerő alá sebezte. Még egy jó kis hírnök kellene a Sákénak, és onnantól kezdve az első torony boldog tulajdonosai lennének, viszont ehhez biztos, hogy a Vitality-nek is lesz szava. 300 már csak az arany előny, jelen pillanatban a Vitality-nél egyre jobban csökken, ez a farmok és a kleptomán upset köszönhető leginkább, és örülök, hogy végre látunk őrszemezést a Sálkétól. Ugyanezt Jack Troll elmondhatja magáról, 24 őrszemponttal rendelkezik, ami kimagaslóan jó jelen pillanatban, nem csak a saját csapatán belül, hanem az egész mérkőzésen. Viszont ha megnézzük, azért Csacsi tornya is eléggé ramatyul áll. Hát végül is 1v3-on, hanem mérkőzés elejét, úgyhogy ez talán érthető. De jogos, ami jogos, az a torony hamarosan be fog dőlni. Egy gyors ösvény cserével ezt a Vitality-t el is tudná intézni. Itt az a kérdés, hogy melyik csapat hívja meg először ezt. Melyik csapat dönt úgy, hogy az első torony kell neki, és ezért bizony áldoznak megint csak a korábban említett hullámokból egyet-kettőt. 30, sőt, 40-es volt az előbb a farm különbségünk. Amazing. Jaj, Amazing falhoz van kemb, és megjött Kikisz is. Szép volt a viszont a villanás, még azért utána dob egy jégoszlopot. Csacsi pedig szeretné Kabosárdot elkapni a torony alatt. Erre lehetősége van, viszont Kabosárd szépet sebez a toronyba már. Hiszen van már egy fekete hasítópárt plusz egy tiamat. Innentől kezdve falvágásra alkalmas a srác. Pláne ugye te is említettél, hódító rúnával rendelkezik. Viszont Csacsi szépet sebez rá cserébe. Ehhez kellenek a facicák is, amik a bokorba várják Kabosárd megérkezését. Megérkezett Kikisz, jó az jégoszlop, viszont szépen lépnek vissza Upseték. Bendernek jól áll ez a Shen, azt kell, hogy mondjam. De megvan az első torony úgy a Vitality-nek, hogy nem kellett elhozniuk se sárkány, se hírnököt, és nem is kellett beáldozni egyik célpontot sem. Ez mindenképpen szép kezdés, és az arany előnyük így már megint majdnem egy ezres.
és a nagyon korai sárkány próbálkozása 17. perc környékén esedékes csak a Vitality-től. Hát jó, nem a leggyorsabb sárkányunk, de úgy tűnik, hogy nagyon nem tud erre reagálni a Schalke, hiszen iszonyatosan messze van. Amazing. Szépen ki is húzták a végzetes hullám elől. Cserébe viszont. Szóltok hírnökét, szeretném Amazing elhozni? Még az se. Még az se. Hát ez le szomorú, viszont talán ami bizakodásra ad okot a Schalke szurkolóknak, az a farm előny a középső ösvényen. Bender szépen lép vissza. Jessica pedig kap egy kékerősítést, rá is szolgál, van nála egy korokpálca, plusz higany léptek ragadozós formába öntve. Még cipellő, hát mondanám, hogy nyugdáknak nincs, de hát... Dr. Bubó dalt idézve. Mesél majd az utókor? Hát igen, meg kígyónak lábsor, nem az fogsor, várja, mi volt az? Valami sorsor, jó a felbőszítés! Nyugdákra, aki egyelőre visszatartja Zsiszukét, majd lassítani tudja csak, a kövédermesztés hátba kapta az amúgy is kőből rendelkező Galliót. Mm-hmm. Tehát itt túl sok változékonyság, meg kicsit megfakult volna. Nincs. Ellenben Kebos Ádria kicsit nagyobb fókusz kellene fókuszálni a fókusszal, igen, ezt megaszontam. Tehát így Kebos Ádria azért nagyobb ráhatást kellene gyakorolni, mert elég erős ösvénytolással rendelkezik, pláne így, hogy Tiamatja van és fekete hasítóbárgya. Csacsi próbál nagyon ellépni az ösvényéről, de ezek egyelőre mind sikertelenek voltak, akárhányszor. Az első tornyot is ezért bukta el, utána pedig a középsőre sem tudott mozdulni, és hát ez most már a harmadik célpont, amire a Vitality kilépett. Első torony megvolt, a szólóba Kebosárt hozta el, másik oldalon tudtak sárkányt hozni, és most még a hírnök is hozzájuk kerül. Ez annyira nem jó. Nem, ez nem jó jelen pillanatban. Lesz egy szépítés talán? Nem, még az se? Nem, még az se. És pont ebben a pillanatban Upset ellógott, vagyis inkább hazament, mikor lehetősége lett volna teljes nyugalomba elhozni az alsősvényes tornyot. Úgyhogy most szedi is a lábikóját, nemres térugrásokat is alkalmazni. Mondjuk így, hogy már fel van stackelve a könycsepp, hát könnyen ugrál. Mármint, hogy még nincs. Ja, még nincs, tényleg. Oh. Pont ezért ugrál, ezt mondod te is. Hogy minél hamarabb megjelenítsen. Pont ez volt. Most, nézd meg! Nézd meg! Ha fél másodperccel... Na jó van, köszi Upset. De viszont van nála jégkesző, az jó lehet Kikiszre is és Kabosárdra is. Lassítja mindegyik célpontot. Ugyanez Jisukére is vonatkozik. Jó, az egész Vitality-re vonatkozik. Tehát itt lényeg a lényegben, hogy jó a jégkesző jelen pillanatban, és a csapatharcra kerül a sor. Jó, hogy lassítani ezen célpontokat nem rossz dolog. Uh-huh. Nyugdák pedig meg kéne védeni tornyát. Cassiopeiával mondjuk könnyű farmolni, ugye a manna visszatérítés az elég jó, hogyha megölöd. Amúgy pont most érkeztünk el arra a pontra a játékban. Egyrészt szépített ugye az alsó ösvényen Upset egy tornyot, másrészt mind a két jelzőgyűjtögetős karakter befejezte a jelzőgyűjtögetés van, tehát a Muramanánk, illetve a Seraph is ott van már nyug, de akkor most kéne egy csapatharcot úgy kierőltetni, vagy kierőszakolni, hogy Kikisznek rossz célpontra menjen el a végső képessége. Uh-huh. Úgy tűnik mondjuk, hogy megint csak tőlük érkezik inkább a hívás, hírnak kell a középső ösvény. Bizonyám is ez a torony be fog dőlni, így 2-1 ráteszi a Vitality a tornyokban a vezetést. Kábosárnak pedig van előre képessége, amit nem érdemes elhasználni Upsetre, aki szépen menekül vissza térugrással. Be van lökve Kábosár torony alá, viszont meg lehet ölni! Upset gyönyörű szépen a végzetes hullámmal, végzetesnek bizonyult, és ott van még egy gyilkosság, ez most nyugdákon. Jacktrollt is próbálják követni, a famacska, meg vízi csacsi. Kettősének kettős gyilkosság eredménye nyugdákra. 8-6-ra átveszi a Schalke 04 vezetést, és nem merek akciódúsabban akciózni, nehogy megint kapjak. Azt mondom, hogy akció vedd át, hát Baron Nashor hívás lesz, és él Kikisz. Bizonyám, él Kikisz, és itt van Jisuke, viszont a felbőszítés nem jó. A Baron Nashort elkezdte a Schalke 04 csapata. Kettő emberrel kellene ezt megvédeni a Vitality-nek. Kikisz viszont tud sújtani, ezt ne felejtsük el. Amazingnek viszont nincs karóba húzása. Ez egy egész védvonal. Csacsinak ki kéne lennie talán, és feltartani a Kikiszt. Érkezik teleporttal Kabosard. Jön mindenki, ezen életerül a Baron Nashort. Bemegy Kikisz, kihozza a Baron Nashort, megvan Amazingnek, és belehal Kikisz. Igaz, hogy elhozzák Vendört is, de Kikisz is bele fog halni. Így kell csinálni, Jisukét is meg lehetett ölni. Nem Kikisz halt meg először egyébként. 10-7 a Schalke 04-nak a gyilkosságok az állás, és megvan a Baron Nashor. Az hagyján, hogy megteszik, amit kérünk tőlük, és tényleg akkor csapatharcolnak, amikor a lehető legjobban áll a szénájuk, de mellette még egy jó hívást is látunk, és ezt mondtam, hogy talán ez Amazingtől és Vendör párosától érkezhetett, hogy
Igazából három ember halott volt a Vitality-nél. Maradt nekik egy Trundle meg egy Galio. Sok sebzéssel egyik se bír, még összeadva se. És hogyha esetlegesen mégis megpróbálná ezt lesújtani Kikiszt, megpróbálta amúgy, akkor pedig belemennek a 50-50-be, mert utána a csapat harcot viszont nyerni fogják. Érkezik a visszajátszásunk. Kabosárd a végső képességével szerintem nem jó kezdeményez, hiszen próbálták Amazinget, illetve Vendort elkapni, nem a két legjobb célpont. Utána viszont be is ragadt, hiszen Csacsi belerohant ebbe az egész kezdeményezésbe, és Kabosárdot el lehetett tüntetni. Na innen indul szépen, aztán a kövé termesztés valami varázslatos módon pont egy lövész kap el. Ennél jobbat nyugdáktól szerintem egy emberes elkapást nem fogunk már látni a mérkőzésen. Három ember hal meg a Vitality-től. Tök jó. Utána baronnasor hívás, ahol Kikiszt megérkezett ugyan, elhasználta a villanását, de nem tudta elsújtani ezt Amazing elől, és utána teleport elhasználás dacára is, a Vitality bukta a csapatharcot, vagy a cserét, igazából nem csapatharc volt, hanem mészárlás 2-1-re. Előre! Kábosárd mondja ezt, Vizi Csacsi a célpont! Hát túl sok mindenki más nem fognak tudni megölni. Csacsi viszont torony alatt van, és szépen lőkül vissza Kabosárdot. Itt az egész csapat. Csacsi kivillan, és menekül folyamatosan, a medve csapda betalál. Csacsi viszont elég gyors, és visszaüti az embereket. Középsős, hogy ilyen mennek a sárkások. Csacsi négy ember gyűrűjében mindig bírja. Mit csinál ez a srác, és a Vitality miért gondolja azt, hogy jó büntetni a Vizi Csacsit, miközben bukják a tornyokat? Már a középső ösvényes inhibitort védő torony és a T2-es felső ösvényes tornyot fogja a Vitality így elbukni. De lelkük rajta? Büntessék Csacsit! Három toronyért egy fát. Hát, nem biztos, hogy a legjobb csere. Hát ez egy karó. Igen. Karóba húzás, mert úgy gondolom, hogy mi mézintől elérhető, erre gondoltam. Egyébként Vandor itt van, hogy ő is felbőszítsen valakit, ha már Jisuke jelen pillanatban nem akar. Oké. Okay. Nem fér el már lassan több karakter. Karakter nem, viszont karóba húzva van Kikiszt, akinek bizony állnia kell a sebzés. Nyugdák viszont nem fogja bírni a sebzést, egyelőre szépen megy, és ez Vandornek köszönheti. Vandornek köszönheti. Jó viszont a visszafordulás, Asset gyilkolni tud, ha nincs Kai'Sa, akkor megoldja Ezreal-le. Csacsi viszont torony alatt van jelen pillanatban, jó a felbeszítés Jisukétól. Csacsinak ki kéne jönnie, de innen nem fog tudni kimenni. Így azért visszamegy egy Jack-tolos pofonért. Szépen fogták meg Csacsit torony alatt. Nem szabad alábecsülni azért a Vitality-t. Meg vannak szorongatva. De még nem vesztették a mérkőzést, Jisuke megint csak megmutatta, hogy mennyi CC rejlik karakterében. De nézzük megint csak a visszajátszást. Kikiszt egy kicsikét túlvállalja magát, azt gondolta, hogy tankosabb, mint amilyen valójában, a végső képessége miatt. De ez nem volt elérhető ugye számára, és a karóba húzás alatt majdnem tudták őt likvidálni. Nyugdák nagyon-nagyon vissza kellett rohanjon, de sikerült számára ez az egységben az erővel, és utána fordulhattak egy gyilkosságra. Csacsi teleportos érkezése viszont már nem volt a legjobb, mert hogy torony alá lehetett őt bőszíteni többször is, és még a jégoszlop is oda kötötte őt. Úgyhogy egyszerűen túlságosan sok CC közé érkezett meg úgy, hogy csapattársai nem tudták lekövetni a kezdeményezését. De rengeteg időben telik eltüntetni azért. És ezt kihasználja a Shaken Ufil, ami nagyon jó. És ha már aranyelőnyről beszélgettünk az előbb, akkor ez 5000-re tendál jelen pillanatban a Shaken Ufil oldalára most már. És Upsetik, hát a sárkánnyal kötözködnek jelen pillanatban. Ő mézni pedig kizavart valakit a jungleből? Igen, Jisukét. Upset solo. Sárkányát láthatjuk, na jó, azért besegítenek neki a többiek is. A pokoli sárkány ellen nem rossz egyébként egy óceán sárkány, a következő pedig egy felhő sárkány lesz. Elementalista sárkányokat láthatunk jelen pillanatban. És nézzünk rá egy kicsit a tárgyakra. A vízköpő sziklavértje, igaz, hogy sebzés nem fog kiosztani Csacsi vele, de rettentő mértékben megnől az életereje. Így nehezebb őt ledarálni, mindenképpen jó, hogyha ennyi embert fel kell tartóztatnia. És talán belátta, hogy neki ez a sorsa ezen a mérkőzésen, hogy én bizony meg fogok halni, srácok, de feltartok 3-4 embert, csináljátok a dolgotokat, most ez működik. A gyönyörű szépen Amazinget el lehet kapni, a medvecsapni még vissza is húzza őt, Amazingnek menekülnie kéne, Amazing még mindig menekül és talán túléli. Jisukéknek viszont fordulnia kell, Jisukének nagyon kevés az életereje, megy a facica kifele, és bizony van sebzés is most már. Upset megy előre, nézd a vadállatot az Ezreal-rel, leüti Skarl-ról. Jelen pillanatban Kábosárdot Upset megy! Mekkora egy állat lett ebből a srácból, akit szétszivattam a tavaszi szezonból, hogy mennyire rossz és mennyire nem jó. Azért most is belement valami a bugyiba. Igen. Nálad? Nálad is? Szóval Upsetet, Jézusom, kinőtte magát a srác, és még látjuk azt a solo queue-s dolgot.
Teleportal így van, Jisuke háttérbe érkezik. Nem bőszít föl senkit, de Vendert igen. Innentől kezdve nem tud menni az egységben az erővel. Jó a sebzés most a Vitality-nél. Nyugdekék viszont még bírják. Nyugdek fogasz folyamatosan. Szedi le az életerőt, éppen Kabosárdon robbantja le a picike Skullt. És Upset megint gyilkolni akar, de előrével azt mondja Kabosárdon, hogy hellóka, visszajött Skull. Nem sikerül megölni Upsetnek, Kabosárdon. Jó! Upset megöli Kabosárdot, mert van rajta piros erősítés. Mit csinál ez a gyerek? Tényleg feldühítették. Egyszerűen hihetetlen egy állat lett belőle. És most már tényleg nincs számára megállás. Lassan elkészül a második jelzőgyűjtögetős tárgya is. Ugyan a könycseppet még nem vette meg, de most már talán az sincsen messze. Hú, apukám. Tehát most valaki azt mondja nekem, hogy részrehajló vagyok, akkor megérdemlem. De esküszöm, gyerekek, tehát ilyen szép Ezreal. Én utálom az Ezreal, mint karaktert így. Pedig most is gyönyörű szépen igen. Tudott kezdeményezni a Vitality. A háttérben meg lehetett szakítani az egységben az erőt. Csacsi mondjuk amúgy is halott volt, de közben legalább Vendor nem tudott jönni. Itt annyira szépen együtt áll a Vitality élő három játékos, hogy a felbőszítés könyörög Vendortől. Utána viszont Kabosárd egyszer le tud mészárolni két embert, utána gyönyörű. Pedig még vissza is tér hozzá hű hátasra, aki annyira nem volt hű hozzá, de mindegy. A lényeg, hogy még egy gyilkosságra tudott fordulni, és itt pont nem volt még egy alaptámadás a lehetősége, mert le tudta Upset szakítani hátasáról. És a sörétes meg pont nem ért el, nem csípte meg Upsetet. Egyszerűen hihetetlen, hogyan játszik ez a srác. Nem lehet belekötni, egyszerűen nincsen rajta fogás. Jézusom! Attila hol volt? Halott volt? Ennyire nagyon halott volt? Hát ő rá villant Upset, vagy nem villant, de villant is. Tényleg, amikor üldözte őket 5v1-ben. Na, szóval igen. Kikizbe is szépet sebez már. Nézzük is meg szerintem a tárgyait, hogyha megmutatják a kollégák majd, de ők nagyon sejtik azt, hogy a Schalke most csapatharcot szeretne indítványozni, és ebből baronnasort szeretnének elhozni. Upset folyamatosan Jack Trollt csípkedi a jégkesszűs lövésekkel, és nincs rálátás jelen pillanatban a Vitality-nek. Atti kikisz egy kicsit távolban, Amazing pedig elhasználja ragadozóját, vissza kell vonulni, gyönyörű szép egyelőre a Csacsi visszalökése, Amazing gyorsít, Upset viszont bajban, Upsetnek menekülnie kéne egységben az erővel, megy neki Vendor segíteni, Upset megöli jelen pillanatban Jinsukét, és mennyire az egész Vitality gárda követik, mintha Csacsi kettő lenne, Upset még mindig is, majdnem megöli Attilát is, akkor megjöttek most a többiek, mondják ezt, jó a kövérdelmeztés, lehet felbőszíteni Kabosárdot. De a sebzés az elég nagy a Vitality-től is, nyugdák viszont fogasz, mint valami vérges kígyó. Kikisz, már csak te vagy a legény a gáton, mondja ezt. És ász jelen pillanat a Schalke 04-től 21-14-re az első mérkőzést. Nagyon durván megjátszák. És ez volt az a csapatharc, ami tökéletesen bizonyította, amit a mérkőzés elején mondtunk. Upsetet ki lehetett fókuszálni, tök jó. Az eddigi Supreme sebzés hordozó volt a csapaton belül, tök jó, meghal. A Vitality nyerekben érzi magát, de kiérkezik meg hátulról. Megint csak nyugdák az, akinél a másik sebzés hordozó van. Attilát be tudja fejezni, valahogy szépen lassan, de egy méreg felhő talán még el fogja találni. Így van. Utána pedig még Kabosárdra is tud fordulni, aki viszont eddig életben tudta tartani a Vitality Jisukéval karoltve. Nagyon tetszik ez a kettő sebzés hordozós felállása a Schalkénak. Nyugdáknak ilyen karakterek kellenek. És a baronnasor ismételten a Schalke 04 csapatához került. Úgyhogy nincs T2-es tornya jelen pillanatban a Vitality-nek. Sőt, a középső esvényen inhibitor védő tornya sincs, mert ezt Amazing elhozta, miközben a többiek elhozták a Baron Nashort, így vételve a Vitality-t, hogy nem Baron Nashornak, hát itt van nálam a sújtás gyerekek, hát ne gondoljátok, hogy ilyen bátrak, de! Ezt azért nem mondtam volna a játék első 10 percében, hogy ez így alakul, nem tudom mit gondolsz, kedves Darci. De úgyhogy mindegyes T2-es tornya megvan a Schalkénak, és itt még áll egy T1-es is, amit Jisuke most valószínűleg önidegből le fog rombolni. Igen. Kül ellen kővel. Tényleg így történik. Na hát figyelj, ezért van mégis egy 7500-as arany különbségünk. Ez 30 perc után okés előny. De a csapatharc lehetősége még mindig ott van a Vitality-ben, és attól félek, hogy azért az a Varus lassacskán, de biztosan lesz annyira veszélyes, mint egy full build-es Ezreal. Körülbelül három tárgya van Varusnak, amivel nem túlzok, szemben egy full build-es Ezreal-le, aki már csak jelzőt gyűjtöget a Seraphért. Tehát az idő igazából a Vitality-nek sem dolgozik túlságosan rosszul. Ki fogom mondani, senki ne röhögjön. Mélységi,
fa maszkja van vízi csacsinak. És van tolva a surranója is. Úgyhogy Kabosárdal most már azért fel fogja tudni venni a versenyt. Tehát sebzésben egy 5000-es le van maradva, de az egész csapatharcot, vagy az egész mérkőzést mutatja meg nekünk. Hát az a 41 000 sebzés, jó 40 500 sebzés Abzettől. Hát kb. Összerakva a Vitality sebzése. És közben meg lesz az inhibitor, mert hogy nincs még itthon a lövész. Attila mondjuk most bázisvédővel tud jönni. Jégoszlop mondhatni, hogy jó, de aztán mégse. Attila most jön így is van, viszont nála van romlás lánca. Inhibitot szeretne elhozni a Schalke 04 csapata. De pedig szépen összemet takarít Kikisznek, azért egy jó végső képessége meg tudja sanyarítani Schalkesok másodperceit. Viszont szépen védik Upsetet és Nukedeckot. Mindig egy-két tank áll mellettük. De ezt így is kell csinálni. Mondjuk ezt láttuk úgy is, hogy 4 tank, 1 lövész. Emlékszem arra a mérkőzésre. Hú, azon nagyon kiakadtam. Nagyon vadállat ez az Upset, és most tényleg le a kalappal. Az igen! Jó. Nem mondom, hogy visszaszívom azokat, amiket mondtam, ugye Amazing és Upsetre is, mert abban a pillanatban, mikor valaki rosszul teljesít egy csapaton belül, az a kritika mondhatni, hogy jogos. Gyorsan gyorsít Amazing, gyorsan gyorsít. Igen, ez is szép volt. Szóval, mikor jogos a kritika, akkor azt mondom, hogy részrehajlás ide vagy oda, vagy indokolatlanság ide vagy oda, akkor megérdemli az bármelyik csapattag is. Legyen az bármelyik csapatból, hogy negatív kritika érje. Hát függetlenül az ember még szeretheti őket. És bizonyám a Vitality, biztos vagyok benne, hogy ilyen könnyen nem fogja adni a döntőbe jutást Schalkénak. Ez tuti. 1000%. Sőt, elárulok egy kulisszatitkot, mikor itt beszélgettünk kint a srácokkal, hogy ki mire tippel, akkor én 3-1-et mondtam a Vitality-nek. Ez nem ények Jack Troll, 2 embert visszalök, viszont kimaradt itt a két sebzés hordozó plusz egy csacsi. És a Nexus védő tornyot abajgatja jelen pillanatban Schalke. Jön a természet ereje, és szeretné befejezni a mérkőzést a Schalke 04. Megvan az első torony. Jó a sebzés, gyönyörű, amit kiosztanak a srácok. Nyugdákban egységben az erő. Meghalt időközben Jack Troll. Egy tankkal kevesebb. Azaz. Attila is benn van a levesben. Ott van még egy gyilkosság. Vendor is elhoz egyet. Benn van szegénykém Kabosárd. Ő volt a lelke ennek az egésznek. És bizony, hölgyeim és uraim, várva vagy nem várva, Kikis táncolva várja, hogy bedöntse a Schalke a várat. Nem tudtam már több ilyen hülye hasonlatot felsorolni. A lényeg a lényegben a Schalke 04-nek megvan az első pont, és le a kalappal a srácok előtt. Nem gondoltam volna, hogy így felkészülnek a Vitality-ből. A Vitality-nek pedig nagyon kéne egy kávé. Hú, ez mondjuk jól hangzik. Megvallom őszintén, én megijedtem, amikor láttam az Ezreal választást, mert a múlt héten nagyon nem tudta összehozni a Schalke. Bármennyire jó választása, erős választása, kényelmes választása az Upsetnek, egyszerűen valami nem klapoltott. És most, hogy az Ezreal mellé még egy Cassiót is tudtak hozni, megvan a csoda. És mert amint meghalt Ezreal, ott volt Cassio, hogy ugyanazt a sebzést visszaadja a csapatnak. Sőt, talán a játék végére meg egyébként több is volt, tehát hogyha lebontásban lehetne nézni, hogy az első 30 percben Ezreal-nek volt, mit tudom, egy 40 000 sebzése, viszont a végén Cassiohoz mérve mennyi volt, lehet, hogy ott Cassio nyerne. Nagyon jó volt a CC felállítása, de ez megvolt a Vitality oldalára, és viszont valami elcsúszott. Tehát Attilától én nem láttam romlásláncát attól az egytől eltekintve, ami érte Upsetet. Nagyon kevés falhozkenést láttam Jack Trolltól, tehát ez a Poppy, ez egy eszeveszett jó húzás lett volna. Na de mindegy, van nekünk egy elemző asztalon, meg egy valami egy baromi jó videónk is. Érkezünk vissza nem sokára a második mérkőzéssel, de addig is hallgassátok Huntit és Lévius-t. Köszönjük szépen a szót, Csió, és üdvözlünk mindenkit újra itt az elemző asztalnál. Hát, fú! Mi eltöltöttünk egy csinos úgy kb. 7 órát azzal, hogy elemezgessük, hogy mi lesz a pikkemben, mit fognak hozni, hogy lesz, stb. Stb. De az, hogy Yamato ennyire áthúzza a szabályokat az utolsó pillanatban, számítottunk meglepetésre? Na de azért ez igazán különleges volt. Látod, Hunti, hát, annyira megvan lepedve, hogy meg se tud szólani konkrétan. Igazából szerinted megérte ez a Poppy support dolog?
Igazából szerintem ez egy hatalmas meglepetés volt, hogy a Poppit supportként hozták mindenki számára. Én azt gondolom, hogy ezzel, hogy az utolsó pillanatban leküldték a Poppit az alsó ösvényre, ezzel megnyerték a top lane ösvény laning phase-t, illetve emellett a botlint is kihozták evenre. Ez hagyd maradjon még itt ez a kép sokáig, erről akarok beszélgetni. Azt mondanám, hogy az egyedüli losing matchup az a mid lane maradt. Szerintem nagyon jól draftolt Yamato Kanon ezzel a Poppy választással. Szerintem az volt a legnagyobb probléma ebben a játékban, hogy a Vitality nem figyelte a Sharky-nek a power spike-jait, és nem vette észre a 20. perc környékén azt, hogy Upsetnek és Nyugdáknak megvolt a két iteme. Igen. Ezáltal nagyon sokat veszítettek, amikor 20 perc környékén fightoltak miden, és ez még egy baronna sorba is fight nekik. Igen, erre majd lesz is egy jó kis visszajátszásunk, de nézzük meg a tiltásukat, mi az, ami helytállt, és mi az, ami nem. Azt gondolom, hogy a Vitality-nek a taktikáját egészen jól eltaláltuk. Azért lássuk be, ez a Bravo, Malisztár, Akali 3-as, a Sejuani-t leszámítva azért egész jó tippek voltak. Viszont a Sharky oldalról az Olaf azon nem számoltunk, a Ryze ez tök egyértelmű, a Thresh pedig ez valószínűleg ilyen scrimeken játszhatott, valamilyen kombináció volt, hiszen láttuk már például Kalisztát is megjelenni, mégsem ekkörül játszott, ugye nem a Vitality játszott, hanem a Misfits. Tehát az első választási fázis talán a kék oldalról fura a Sharkyt, ahogy a Ryze kitiltották. Azért ebben nem feltétlenül gondoltunk bele, hogy tuti, hogy onnan tiltják ki. Viszont úgy tűnik, hogy nem erre választottak. Nem akarták elhozni a Ryze-ot első pickként. Igazából a Shen picken volt a priority. Ami engem még jobban meglepett, az, hogy a Vitality nem bannolta ki a Sejuanit, és mégis egy Skarner pickhez folyamodott a Sharky. Ez tényleg nagyon érdekes. Ugye Darcy beszéltek arról, hogy ez egyfajta ellenválasztás volt a Poppy részén, a Sejuaninek a teljes engage-et meg tudod fogni. Jó, az ultit nem. Oké, de ha felveszed arccal, még az sem annyira rossz, hiszen ugye az állhatatos jelenlét nem szűnik meg, hogyha telibe kap a Sedge ulti, tehát hogy alapvetően nem tudnak utána lekövetni. Ez a Shen-nél elvileg kellett volna, hogy működjön, viszont valahol ott elhajlott, nem? Amikor elment a Shen az ösvény, és Attilát eléggé megbüntették ezért cserébe, amikor segíteni akar Jisukinek, és ő is belehalt. Hát a Vitality-nál valahogy nem oké, és nem sikerült jól ez a dolog. Viszont a Galio. Jarvan nélkül, de Galio. Igen, a Galio szerintem működött volna, late game-re jó lett volna a kompozíció, de szerintem 20 perc környékén túl sokat veszített a Vitality, és nem volt idejük beszkélelni. Pedig én azt gondoltam volna, hogy a Sharky fog jobb scaling kompozíciót pikkelni late game felé, de úgy néz ki, hogy a Vitality hozta el ezt a late game-re építős kompozíciót, de sajnos 20 perc környékén nagyon sokat dobtak. Hát igazából itt van az, amiről beszélt Darcig is, ugye, illetve a caster állásban, hogy 50 ezer, majdnem 51 ezer, amit upset sebzett. Igen, de ebben benne van a piszkálódás, az ösvényfázis, az összes harc, az egész hosszúság, amikor upset egyedül kergetett 4 embert, és futottak előle, amerre láttak. Viszont az a 28 ezer, ami nyugdákból kijött, ez nagyon valószínűleg a végén érkezhetett, tehát a 20. perc után, amikor kezdve már igazi, hát ugye tárgyakkal rendelkezett. Csacsit nagyon megbüntették, de hiába rakod előnybe a kledet, hogyha ezzel szemben nem kapsz egy olyan tankot, ami bírja az upsetnek a sebzését. Láttuk, hogy hiába állt Kabosár az első sorban, kapott két misztikus lövést, és puff, putatott vissza, ugye egy kis hátasám még akkoriban. Hát, nem tudom, hogy a Jarvan jobb lett volna egyébként ebbe a kompozícióba, mert ugye Ezreal-lel szemben nem biztos, hogy a legjobb választás. Szerintem a Jarvan olyan tekintetben lett volna jobb, hogy mégiscsak egy Cassiopeia-ra, hogyha kijön a Jarvan végső képesség, akkor a Cassiopeia-t le tudták volna burstölni, vagy legalábbis Summoners-be tudtak volna catchelni. Vagy Zonyát. Vagy Zonyát, igen. De én még mindig azt gondolom, hogy Jarvannal sokkal könnyebben lehetett volna setupolni ezt a fajta kompozíciót. A klet sem volt rossz, a játék korai szakaszában még miden is képesek voltak egy rajtaütést hozni nyugdákon, de úgy gondolom, hogy a Jarvannal teljesült volna ki ez a kompozíció. Igazából vannak a Jarvannak negatív pontjai. Egyrészt nem elég tankos, talán ha beugrik a Jarvan, akkor egyből lehetett volna kapni egy Skarner ultival, vagy akár a Shen lefoghatta volna az alaptámadásra, ami ugye elég nagy ereje a passzív miatt. Viszont a Kled azért erős, mert ő level 3 is képes már megbontani egy tankot eléggé. Tehát nem biztos, hogy megöli, de elég komoly sérülésen a hódítóval, illetve a duplavének összehet ez a három alaptámadásra, amit oda vágdos neki, azok fájnak. Igazából nem tudom. A Kled nagyon erős engage, nagyon jó játéka van vele, ugye Kabosinak volt is vele két győzelme már ezelőtt, ugye klasszikus Bruiser topos, igen, amiről rengeteget beszélgettünk. De hát a Jarvan Galiot nem választották. Nagyon-nagyon sok oka lehet ennek. Igazából alapvetően talán kicsit túlpapír lett volna, még nincs meg. Ugye, hát a vízköpök sziklavértjénvel rengeteg tankosságot kaphatott volna.
Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy mégiscsak így volt. Viszont tényleg ez a Szedzsvalli nem választás kicsit meglepő volt. Na meg az is, hogy a Várusz kb. Felesleges volt, amíg a Sennek a W-je aktív volt. Nem tudtak mit kezdeni ezzel, és ahogy Csió is mondta, nem igazán voltak itt romláslánca engage-ek. Ez valahogy így elmaradt. Igen, mindenképpen azt gondolom, hogy a Varus az lényegében egy olyan karakter, amit a hatos szintű végső képességére épít egy csapat, és én is azt vettem észre, hogy nem tudott Attila lényegében azonosulni, illetve kihasználni ezt a Varus féle romlásláncot. Igen, meg a forgást is elrontották nagyon sokszor. Tehát Csacsina nagyon sok mindent bedobtak, aki pedig azt mondta, hogy hát akkor én élek, amíg élek, maradjatok itt, srácok, törődjetek velem, vágjatok ki nyugodtan. Nyugdák, megvan már torony? Igen, fent upsetik, elhoztatok? Persze, nyugi inhibitor, mi mindjárt nyugi, rendben. Tehát megvan már egyébként az első videónk? Nem tudom, hogy hallottam. Megvan, akkor nézzük is meg rögtön az első visszajátszást, ami ugye a 20. perces csapatharcról szól. Itt. Statisztikailag, hogyha megnézzük, akkor a Schalke az early sárkányokat nem szokta kontesztelni, azért, mert upset és nyugdák általában mindig az item spike-okra szoktak gyúrni. Hogyha megnézzük, ez egy 19-20. Perc környéki teamfight, ahol upsetnek bőven megvolt a jégkesztyűje és a muramanája, valamint nyugdáknak is megvolt a Rylai kristálybotja és a stackkel tír, amivel gyakorlatilag tudták, hogy nyerni fogják az 5-5 elleni szituációkat, és sikeresen meg is ölték Kábosárdot, illetve a botlént, amiből egy baront is el tudtak hozni. Ez a Schalke klasszikus stratégiája volt. Megvan a két upset. Hazamegy és megveszem, oké, srácok, group mid, megyünk fightolni. És ezt úgy megette a Vitality, hogy nem is tudom, hogy erre, tehát ez annyira látszik a Schalkének a játék stílus, hogy mindig, amikor megvan ez a két tárgy, az Ezreal-nek a tempója. Upset teljesen megőrül. Tehát az, ahogy én tavasszal az egekbe dicsérgettem, arra most nyára rászolgál. Úgyhogy a tavaszi Liviusos mondatokat, hogy upset rank 1 EU versenyt, mindezt most adjuk át nyárra, és akkor így igazam is van, mert tavasszal azért nem biztos, hogy annyira jól játszottam, de nézzük is meg, hogy miről beszélünk, amikor upset 1v4-ezik szinte, 4 ember rohan előle. A következő videóban ezt is fogjuk ugyebár látni. Itt van, pont a KDA-ját mutatják, amikor elkezdődik az egész csapatharc. Na már most nagyon érdekes, mert Kabosárd ugye a beragadt amazinget támadja, nyugdákot kidobják. Ez eddig tök szép és tök jó. Innentől kezdve, amíg nyugdák nem ér vissza, upset egyedül osztja ki ezt a sebzést. Nézzük meg, hölgyeim és uraim, Jisuke és Jackról. HP-juk mínuszban. Upset lő. Vendor az elsősorban testével védi lövészét. Attila veszi fel a lövéseket. És upset lehápézott 5-ből 4 embert. Itt még előre is flash-el azért, hogy Attilát kilője. Az, hogy Kikisz és Kabosárd miért nyíltak így ki, mint egy aranyos kis virág, hogy upset kinyírhassa az ellenfejt. Ez jó kérdés. Ez egy nagyon szép mozdulat, hogy hát konkrétan lineáris sorba állnak, ugye liba sorba egymás mellé, hogy a végzetes hullám elhaladjon mellettük, de még nincs vége, hiszen Jisuke vissza fog majd teleportálni ott egy hátul lévő őrszemre, és támad a Vitality. Ezen a ponton úgy tűnik, hogy a Schalkenek túl kevés az életereje. Csacsi jól bírja az első sort, Jisuke pedig megpróbálja megállítani a Shent. Meg lehet ugyan ölni Poppit, upset már végzett, és vagyis csak most halt meg, és az elhelyezkedés lényeg, nyugdak és upset egymás mellett állnak, és fel tudják állítani úgy a frontline-t, hogy előről és hátulról is érkezik nekik bizony a jó kis áldás, és ők bal oldalra rotálnak. Itt pedig, amit Kabosárd lemüvel, ez nagyon szép és nagyon jó, elképesztő, hogy mit leművek upsettel. Azon múlik, hogy itt a Q nem talál, upset ugrik, és abból az E-ből alaptámadás be is fejezi szegény kis Kladnek az életét. Zseniális ez a csávó, zseniális, de megéri az ezület tiltást. Szerintem a második, illetve a következő mérkőzéseken mindenképpen tiltanám upset ellen az Ezreal-t. Mert szerintem, amit most leművelt azok alapján, hogyha bent marad az Ezreal, vagy esetleg elhozhatná a Vitality, de hogyha jól tudom, akkor Attila nem nagyon játsza az Ezreal-t. Igen, keveset játszott, kettőt azt hiszem. Keveset játszotta. Tehát ezek alapján én mindenképpen kitiltanám a következő mérkőzésekre, vagy másként alakítanám a draftot, hogy upset kezébe ne kerüljön. Igen, és hogy ez a Poppy mennyire éri meg ezt az elpikkelést, ezt most azért megkérdőjelezném. Mert én nem láttam az igazi hasznát. Jó, persze, kétszer interruptolta a Shenult, itt tök jó, tök szuper, Csacsit ezért meg lehetett ölni egyszer. Egyszer egy egész sebzés áradat érkezett upsetre, amit ugyan túlélt, tegyük hozzá. A csapatharcot később nyugdák lehozta. Egyszerűen nem lehetett ennyire figyelni a két sebzés hordozót. Nagyon-nagyon szépen játszott a Schalke. És igazából nagyon-nagyon durva volt az, ahogy az egész forgást megjátszották. Tehát azon a ponton, amikor a 20. percben bukott egy csapatharcot a Vitality, úgy érezte, hogy valami eltört. Ilyenkor milyen egyébként így a játékon belülről, amikor egy konkrétan egy tétmérkőzésen csapatharcot bukik a csapat, akkor így... Tehát mitől függ az, hogy szétesik-e a team,
vagy pedig maradtok együtt, és akkor a sátkálokra figyeltek? Igazából ez szerintem a csapatban az in-game leader feladata, hogy megnyugtassa a csapatot, és megpróbálja lenyugtatni a kedélyeket. Igazából ilyenkor, amit tehet a csapat, hogy higgadt marad, és megpróbál koncentrálni, hogy meccsben maradhassanak. Ezen kívül szerintem nagyon fontos a mentalitás egyénenként is, de szerintem mindenképpen kell egy in-game leader, akinek a sotkoljait és igazából, hogy érzelmileg is ráhangolódjunk arra, amit az in-game leaderünk mond, és tényleg egy vezető az, ami ebben sokat tud segíteni szerintem. Tehát ez az a szituáció, amikor az úgymond demokratikus felépítés, hogy mindenki mond valamit, az nem működik, mert akkor nincs senki, aki előtérbe helyezze a játékot az érzések felé. Ugye mindenki valahol solo queue playerként kezdte, és mindenkivel benne van az, hogy na hát akkor majd én most lehozom ezt a meccset, és úristen, zseniális leszek, és majd elrontottuk, de lehozom. Kábosátban ebben a Kled játékban láttam egy kicsit ilyet, amikor ezt megcsináltam, nem állt messze egyébként tőle. De mennyire lehet ezt engedni? Ugye nyilván a karaktertől is függ. Mennyire mondhatja ezt az in-game leader, hogy persze, csináljátok a playeket, srácok, mert már csak úgy van esélyünk. Ugye vannak olyan kompozíciók, amikor, hogyha a legszebb play csinálod meg, akkor is csak iszonyú szenvedés árán tudod meghozni a mérkőzést, mert a másiknak ugye late game skill van, és már túl vagytok azon a szakaszon. Ilyenkor mit lehet tenni? A Vitality az szinte abszolút szétesett, tehát hogy nagyon nem működött utána egy hívásuk sem konkrétan. Szerintem a Schalke az pont ebben erős, hogy ők mindig együtt mozognak a pályán, tényleg akkor forszolnak, amikor megvannak az item spike-jaik, és együtt mozognak öten a pályán, és nem egyénenként akarják megnyerni a meccset, hanem egy csapatként, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog a játékban. Sőt, korábban még Faker is nyilatkozta azt, hogy most már képten egyénileg, vagy egyéni skillből megnyerni egy mérkőzést, most már sokkal inkább csapatorientáltabb a játék. Igen, régen azért egy 6-0 ezzet, de már meggyűlt az ember baja, hogy mit történhetett. Hát, a Vitality-nek innentől most másképp is kicsit össze kell rakni lelkileg, ilyenkor a coach is egyébként kicsit a lelkükre beszél, nem? Tehát Yamatoka, amikor odamegy és így megsimogja Jisukét, hogy nem gáz, hogy meghalt az 5. percben a Gálióval. Ennél tankosabb mindest mondjuk nem tudunk adni, de nem baj, old meg. Viszont hát azért úgy tűnik, hogy a Schalke egy gyönyörű mérkőzést hozott, reméljük, hogy tartja is ezt a lendületet. A Vitality-nek pedig most kicsit össze kell szednie magát, de hát meglátjuk, hogy második pick-endben hogy sikerül. A szó pedig akasztás.